Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Csá, 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 cső, Laci! Hello! Sziasztok, sziasztok! Cső, cső, cső! Óriási napunk lesz már Csá, ma! csá, csá, csá. Nagyon jó! Nagyon jó! A hajam még mindig nem az igazi. Nem baj, majd csütörtökön a fodrásznál. Hello, hello, cső, Laci! Szia, Gergő! Sziasztok! Hello, hello, hello! Jó estét mindenkinek. Itt a tavasz, lassan, jó idő van. Hello, sziasztok. Jó estét. Cső. Csődruszám. Szia Bretka, szia Krisztián. Bretka Krisztián, bocsánat. Szia Patrik, szia Levente. Hello, István, szia MGM, szia Boton. Sziasztok, cső. Jó estét mindenkinek. Fú, de rég nem láttalak. Hello, Grúcsia! Hello, hello, hello! Sziasztok, jó estét! Gábor, te állat, a kenyér! Sziasztok, jó estét mindenkinek! Hello, hello! Már vártad, Alex? Jó van, örülök neki. Így van, botod. Nem tudjuk, hogy ma megszökünk-e vagy sem. Majd kiderül. Szia, Christopher! Szia, Máté! Jól vagyok, köszönöm szépen! Szia, Jimmy! Kitartást a munkához. Én is kíváncsi vagyok a mai napra. Reméljük, hogy jó lesz. Ki lett takarítva, Smith? Ki lett takarítva? Csillog, villog. Ki kell jutni a börtönből. Így van. Nem kezdesz új RP-letet? Nem, Lionel, nem terveztünk. Jól, Ricsi, ma is voltam, holnap is megyek. Szia Kitty, szia Bandi. Szia Kriszti Antal. Jól telt a napom, köszönöm szépen. Szia Marci. Tegnap jó rész volt, igen. Hát Gábor, az arabék igen, valamit beszélnek róla, persze. A Suzuki van? Ignisünk van ma, te bokcső, de azzal nincs semmi baj. Sziasztok! Sziasztok, jó estét! Igen, láttam Máté, lesz majd megbeszélés velük este. És most miért adtak rádiót? Na hát ezt kell kideríteni, meg itt meg kell beszélni, hogy kit kell főhívni. Szia Peti! Meg kell beszélni, hogy kit hívjunk fel telefonon, kitől kérjünk segítséget. A Discordot a moderátorok tudják majd linkelni. Igen, rendőr, mostanában nem leszek, Zoli. Szép estét. Szia, Roli. Hello, Cső, Dani. Jól vagyok, Bálint. Köszönöm szépen. Vártam a mai napot, hogy mi vár ránk ma. Sziasztok. Szia, Dávid. Én is kíváncsi vagyok. Ezek után bíznál bennük? Na, ez is egy jó kérdés, Kristóf. Ez is egy jó kérdés. Fogalmam sincs. Hello, hello, sziasztok! Jó estét! Fejhallgatód néha átlátszó a zöld háttér miatt. Akkor így fordulok majd. Szia, Lacek! Cső! Szia, Krisztina! Lesz most a kés? Szerintem igen. De lehet, hogy kéne, csak mindig vannak moderátorok aztán. Szia, Szelim! Sziasztok, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Fekát meg kell ölni? Ja. Négyen ma Evolution, ez a mi szerverünk. Most lesz márciusban 2 éves, azt hiszem, hogy elindult a szerverünk. Ja. Ja. Már itt van az RTX 3080-ban, megkaptam, csak amíg várok az együttműködés részleteire, addig nem is akarom berakni a gépbe, úgyhogy, de itt van nálam, meg az új táp is. Sziasztok! Cső! Cső. Még a börtönben vagyok, igen. Zenét. De nem imítom, Máté, nem azért, mert hogy nem copyrightos, már mondtam, a hangossága miatt. Nincs tagságom, akkor ma nyerek. Hát Kevin lehet, nem is osztanak. Ritka olyan live, amikor nincs subgift, de előfordul, előfordul. Sziasztok! Egy WC után a ládanyítás. Jó. Telefon meg tud nézni a frekit. Igen, tudom, csak itt a telefont át kell majd nézni. Szerintem inkább telefonon hívjunk valakit, mert hogyha nem a frakitársunk, akkor nem arra a rádióra megyünk fel. Sziasztok! Köszönöm szépen, Ádám, Noel, Lukács. Szia, Deadpool. Hello mindenkinek. Ezt akár, hogy nevezik, ha terveznek, ha nem, akkor is árulásnak minősül. Igen. Mikor lesz motoros videó? Szerintem csütörtökön. Csütörtökön. Forgatjuk majd.
Egy darab Gábor, egy darab ezres. De kiírja, ha rámész a subgifre, hogy 5 darab 5000 forint. Sziasztok, sziasztok. Kutyulit hívjam fel. Nem tudom, hogy lesz-e, mert tegnap ő ugye nem volt a kolc. Mit csinálsz belőle, adtam, nem voltam egy ideig. Kevin, földobtak a saját csapattársaim, és benn vagyok a börtönben. Tegnap volt a tárgyalás. Ti már Mihály jó volt? Ja, sokan szerettétek. De hát összevontuk a szervert. Szuper chat meg ilyenek. Gábor, akkor lehet, hogy gépen tudnád. Köszi Bandi az egy hónapot. Telefonon asztali módba kell a YouTube-ot megnyitni, akkor jelzi ki. Mert most ha nem tagok is tudnak osztani, még mindig random, de asztali módba kell rakni a YouTube-ot. Fivére, mikor jön? Nem tudom. Nem tudom, de ő is jönni fog majd. Szia Márk! Mondjuk lehet, hogy a rókát kéne. Majd kiderül, jó? Illetve, és olyan játszködétek, és te sorsod ki. Nem, Gábor, ilyen nincs, mert a rendszer automatizálva van. Nem, én nem tudom így. A donételsz, akkor én kapom a donétet. Viszont a subgiftelsz, alapból odaadja valakinek, tudod? Négyen ma Evolution! Nekem a YouTube appon is keresztül is ment múltkor. Ja, lehet, nem tudom, hogy van a YouTube-nál, de akkor asztali módba kell rakni. Soha észreveszik az őket, szállgat, hogy nézik. Majd meglátjuk. Telefon némítsom le. Miért? Csá, mi, várj még... Máté, megvárunk Máté. Jó? 45-ig van időd. Hello Réken, hello. Szia, hogy össze lett vonva a szerver? Azért, mert a magyarok voltak 30-an, 60-an összevontuk azóta este 90-100 játékosunk van. Úgyhogy ezért lett összevonva, úgyhogy jó döntés volt. Ja, a végén jó volt az a csattal, hogy adtak egy telefont, meg egy rádiót. Ja, azért, hogy ne vegyenek észre, hogy hívja. Jaj, tényleg. Jó, köszi. Köszi, Máté. Cső. Csá, 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 Nász, Dani. Ki az a Nász? Nem Nász. Mondjuk az logikusabb. Nasz. Szia, Benjamin. Hello, hello, hello. Ja, a repülőmódban a telefon. Tényleg. Viszont akkor nem tudnak engem se hívni. Jó ez a börtön RP. Ja, amúgy tényleg, adom én is a börtön RP-t. Régen nem TA-ztál? Amikor fizetett együttműködés volt akkor. Nem lehet, Gábor, nem lehet. De azért köszönöm. Ma is jó RP-k lesznek, remélem. Én is bízom benne. Szerintem abból nem lesz hiány, én is kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni a dolog. Szia Dávid, de szerintem ki tudunk szabadulni, vagy majd kiderül. Nász Dávid, igen. Nem Christopher, nem hiszem. Ja, izgalmas, örülök neki, hogy ennyire tetszik nektek is. Ja, mosdóba, tényleg ott tudunk telefonozni. Online GTA-val lehet terpezni? Nem, Cornél. Azt ne felejtsük el, hogy most a csapattársaim más karakter terpéznek, ugye? Akik a börtönben vannak. Ja, meg a bírói döntést, azt meg kell várni. Ja. Hello, Mars. Meddig lesz live? Hát, 9:40 szerintem meg lesz, hogy megbeszélsem két frakcióval, meg az admin gárdával, de az live-on kívül lesz. Összehívtam egy ilyen megbeszélést. Hello, Alex. Cső. Semmi baj, Fábián. Innen nem lehet elkésni. Akkor jössz, amikor akarsz. Sziasztok, moderátorok, ma is le kell szúrni D-t, igen. Ja, de nem, elvették a késemet, PP pontunk sincs. Fontos dolgok lesznek? Nem tudok semmit, srácok, lányok, nem tudok semmit. Zsoldosokkal, mi lett? Leadták a frakciót, ezért is lesz majd a megbeszélés, mert... Volt valami admin ügy, ami után ők leadták a frakciót, ezért hívtam őket össze. Én nem szeretném, hogy ők elmenjenek a szerverről, ti is tudjátok, hogy jókat erpézünk velük, úgyhogy én nem szeretném, hogyha elmennének. Úgyhogy ja. Konzerv! A konzerv már ott van a cell, vagy a börtönbe. Igen. Konzerv már ott van. Csődé. Persze, tartsd volt, persze, oda is fél kérdzeni, ja. Nem úgy volt PP-t cuccot, nem lehet elvenni. Anita,
nem fogja főhasználni a rendőr, de hát logikus, hogy elveszi. Érted? Sziasztok! Hello, szia! Szia, Dior! Cső! Vécé meg én pedig mappolja egy karambitot, ja. Ja, ja. Jó lenne. Fekete sereg? A zsoldosék. Ők a zsoldosék. Ja, úgyhogy lesz megbeszélésem velük live után. Tegnap este összehívtam őket. Sziasztok! Szép estét! Hello, hello mindenkinek! Jó, hogy itt vagytok. Izgalmasnak ígérkezik a mai nap. Remélem jó volt a hétfőtök. Hogy kezdődik a hét? Lejárt a tagságod. Dedikáló szupercse, vagy hogy van ez? Dedikáló kártyát az 1000 fontos tagsághoz, Dávid. Ha te veszed. Ha subgiftből kapod, akkor sajnos nem jár. Bárdosi erősebb nálam. Hát ő is jár edzeni, vagy IC, vagy OC, mondod. Orvosnál jobbulás, Zsófia. Ja, én örülök neki amúgy, hogy velük RP-zünk, mert én mondom, jókat játszunk velük szerintem. Azért, Dávid, mert te tag vagy, te frissítei tudod, vagy nem tudom, hogy nyerted-e. Reméljük kiszabadulunk. Ja, hát utána jön még a java, szerintem, ha kiszabadulunk. A dedikáló küldése kell fizes? Igen, kell fizetnem, azt hiszem 350 forint, elsőbségivel adom fel. Szóval valaki 1000 forintos tag, a YouTube levon 500 forintot, én meg feladom 300 forintért. 200 forint jár ilyenkor, de viszont ha valaki tovább tag, ugye akkor utána már 500 forint. Köszi, Dávid! Jobbulást, Rics, jó pihenést! Jobbulás, jobbulás, mostanában sokan betegek. Sziasztok! Mit csináljak, késik a live? Hú, Ábel, pedig nem szabad késnie. Ottkori dealünk után kisos dajkárjára. Igen, igen, Szelim, igen, igen, feladtam őket. Igen, 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 igen. Emlékszem. Kisorsoltam, el is küldtem, Szelim, meg is kellett, hogy érkezzen a nyertesünknek. Úgyhogy, ja, köszönöm szépen neked azt a dealt. Jól vagyok, Dani, köszönöm szépen. Mondjuk ma volt ilyen fura érzésem, nem tudom, ilyen, nem az, hogy rosszul voltam, nem tudom, nem tudom. Nagyon várom a mai részt. Örülök, Gyula. Érezd jól magad, te is, többiek is. Mi van Teach-sel? Ki az a Teach? Ki az a Teach? Gábor, miről beszélsz? Köszi, Ildikó. Szia, Ádám. Holnap vagy holnap után már lesz YouTube videó is. 45-kor megyünk fel a szerverre, jó? Mi van Teach-sel? Petszalos videó lesz, Ádi. Kiváltottam az államit, úgyhogy kell menni petszálni. Ha feliratkozok és nem kérek dedikáló kártyát, akkor 500. Igen, igen, hogyha nem kéred, akkor igen. Igen, 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 akkor annyi. Ja, hát mindenkinek a live rajongói tagság az amúgy 600 forint, azt azért hoztam létre, mert aki tag, ő rögtön vissza tudja nézni a streamet, aki nem, ő másnap. Ennyi, hogy egy nap előnyük van, meg ugye lehet használni az emótokat. Ez direkt a live-ra lett létrehozva. Szeretlek, köszi, Dani. Lesz az arab szerintem. Köszönöm, András Simon, kedves vagy. De viszont automatikusan újul meg 30 naponta, szóval aki egy hónapig szeretne tag lenni, majd le kell mondani. Erik, köszi a 49 hónapot, te jó ég! Hát vannak itt veterán tagok. Ez egy állat. Nagyon durva. Köszönöm szépen. Papa paccal pörköltet? Kérek. Igen, a papák jó paccal pörköltet csinálnak. Ki akar kilépni? Senki, Csaba. Senki, drága barátom. Úszunk az árral. Ez live, igen. Lesz videó majd, Ádi, igen. Még megvan a titkos vagút? Az sajnos nincs meg. Szia, Ádám. De amúgy pedig milyen mappolást tett már a börtönre, nem? Nagyon király. Köszi, Fisi, a csatorna tagságot. Fisi, dobj egy e-mailt, jár a két dedikáló kártya. Köszönöm szépen. Igen, igen, Erik, igen, igen, igen. Hát te is sok éve itt vagy már, köszönöm. Cső, Edwin! Cső. Bikának ma van a szülinapja, énekeltem neki. Jaja. Fesztiválozni? Nem nagyon járunk fesztiválokra. Nem. Tavaly is meghívtak. Köszi, Andok László, a rózsát. Az első donétedet a csatornán. Nagyon hálás vagyok érte. Szia, Attila, szia, Levi. Hello, hello. Mit intéz mára a mágus? Nem tudom. Hallod, Erik, meg Laci, akkor ti még akkor még csak PUBG-ztunk.
Ja, akkor még nem is erpésztünk, amikor ti tagok lettetek. Na! Akkor köszönöm Rékön a 400 forintot! És akkor srácok, ma vége a live-nak, 45 van. De hogy is, nem merném megcsinálni. Na, mehetünk. Nem, Rics, mondjuk ha meghívnak, egy fesztivál amúgy jó, meg minden, de múltkor is Szegeden voltunk, és akkor fotózkodni kell folyamatosan, ami nem baj, csak akkor, engem nem zavar, csak lehet, hogy akik velem jönnek. Na! Ja, tényleg, Erik, tényleg, tényleg, de durva. Na, 86-an vagyunk. Réka, mit írtál? Énekeld el a rendőröknek, hogy arcom mossa, eső és szárítja a szél. Az ember mindig jobbat remél. Rendőröknek? Megnézzük, milyen pépés autók vannak? Hát Zoli, ha nem leszünk benne a börtönbe, akkor igen. Tényleg, derég néztünk. Autókerbe derég voltunk már. Tök jó. Úgyis börtönbe vagyok. Ez így van. Jaj. Stoppolom. Stoppolom, stoppolom. Minden oké, stoki, köszi. Nos, család, jól van, köszi szépen. De nem tudom, miért nem voltam. Köszi, Dávid. Miért vannak új verdek? Nem tudom. Nem tudom. Köszi, Dani, köszönöm szépen. Szerveren? De van kaszinó szerveren. Van. Egy ideig nem megyek autókerbe, lehet. Lehet. Szia Viktor. Emlékszel itt sem, amikor odaadtam a Ferrari-mat, azt összetörted? Szégyed magad, azóta is haragszok. Szia Csaba. Cső. Sziasztok. Na, börtönbe vagyunk, a cellánkba talán? Igen, Krisztián, igen. Igen, 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 igen. Amit bedobál reklámot itt a YouTube, abból kapok pénzt. Most streamenként ilyen 4-5 ezer forintot fizet ennyi nézőre kb. A live, hogyha bedobja nektek a reklámot. Múltkor megnéztem amúgy, és akkor ilyen 4-5 ezer forint. Ami annyit jelent, hogy azért rossz a copyrightos, mert akkor elveszi a bevételt, ugye. Köszi Gergő, köszi. Reméljük, hogy ma kiszabadulunk. Köszi, aranyosak vagytok. Na nézzük, a smoke nem vált be. Jó szórakozást a mai részhez. Nézzük, hogy mi vár ránk. Holnap nem lesz stream. Már mindenki itt van a cellába. Na, oké. A telefon. Ja, igen. A telefonrádió itt van. Hello? Parancsoljon. Jó napot, enni és inni szeretnék, éhes vagyok. Van kajapiája? Van. Akkor legyen igyon. Jó, köszönöm. Hú, a telefont le kéne némítani valahogy, chat. Hogy csináljuk? Az a baj, hogy már itt vannak a zsaruk is. Ja, tegnap ők is élvezték, írtak dicséretet, úgyhogy... Tök jó volt. Nyissak ládát. Normális vagy? Nincs is pépénk. Itt kivinyittem az autót. Köszi Hunorra 10 hónapot, kedves vagy. Na várjatok, chat. Jó. Megfogom, előveszem innen a telefonomat, elfordulok, mintha pisilnék. Hú, chat, nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, miért nem... Oh, repülőben van chat. Jó, oké. Okay. Visszateszem a telefont ide. Jó, jó, na chat. Jó, a napit kinyitjuk. A napit ki... Köszi András Simon, nem tudom, akkor lehet, hogy olyan kártyád van. Kinyitom az ajtót, klik. Na, chat, jó, itt vagyunk. Oké, engedik ki a rabokat. Ja, oda kell sorakozni. Már tudjuk a börtönrendet. Mi van, Jordan? Jól aludtál? PayPal szerintem lehet. Dehogy aludtam, valaki a seggembe akar turkálni. Mindjárt megmondom melyik. Át akart jönni a cellába. Mi van, konzerv? Fingottam, lenyelted. Jó. Hallod? Lenyelted. Kinyomom a netet! Lenyelted? Hallod, szájba vágjalak. Na, ő volt az. Ő volt. Na, mi van? Mit akarsz a seggembe turkálni éjszaka? Álljában sorba. Ha kevesebben vagy, többiek amúgy na intéznek jó. Mást. Na. Jaj, jaj, normális vagy. Na.
Ajaj, a nénye bekeményített, már sotival van. Ez durva. Na, kitől kérjünk segítséget, Cset? Kit hívjunk fel? Rendben, akkor mindenki megvan, akkor mész nézni a... Megyek, átnézem az uraknak a ruházatát, kérem forduljon a fal felé, felemelt kézzel. Kollega, megy? Mész a cellák? Nem. Nézem a cellákat. Egy gyors rutin ellenőrzés. Az mondjuk probléma, akkor kérem. Igen? Hangosan mondja, hogy mi van az úriembernél. Itt végig tapogatom az úr zsebeit. Van egy kis kötszer, óra. De miért kell átnézni? Miért? Kétfajta. Köszi Kristóf. Szivar, meg egy kis pénz. A cipőmben van, aha. Érted? Így. De úgyis megtalálja. Tudja, mit maradhat minden magánál. Nem van, köszönöm. Jó. Tovább jövök ide az úrhoz, kérem forduljon a fal felé. Az úrnak hát rizsálom a ruházatát. Szépen a zsebeit. Kérem sorolja, mi dobom van magánál. El, hát azt látják. Ne idegesítsetek már. Tudom. Ha ital, meg... Lerpésztem, hogy eldugtam, de átnézi a cellákat is. Ja, most RP szempontjából hol van? Tovább jövök ide az úrhoz. Álljon be itt a sorrendet. Tudja már a sorrendet, kérem mondja, hogy mi van az úrnál. Itt a zsebeit átkutatom. Rendben. Oh, fúj, már megrohasz, tiszta zsír a zsebem, a tejfölös lángos itt van nálam. Kérem, forduljon meg. Fölös lángos? Ja, fúj, tegnap hozták a látogatásnál. Jó, akkor menjünk addig hozzád. Illetve átnyújtok egy dolgot, ez nem... Ezt úgy nem. Vettem, uram. Úgy vettem. Öngyújtót találok az urnál, nem veszem el, mert... Komoly. Így nem vettem, majd így van. A konzervtő vettem. Jó, rendben. Köszönöm. Milyen tőlem, mit tudom? Milyen tőlem? Na jó, van, ezt majd azért majd tovább nézzük. Ennyi? Igen, igen, igen. Semmi más? Igen. Jó van. Ide jövök az úrhoz. Konzervet! Rákedjük a konzervet! Adtunk valamit, volt nálunk egy lőszer, na. Akkor... Talál nálam cigit, gyújtót, energiaitat, kaját, és izét, ja, kötszert. Ja, bakancsba. Ott van a bakancsba. Szép! Megint szévelünk! Tudja, mit adja át nekem a gyújtót. Ez a szévelés, ez óriási. Tegnap is óriásit szévettünk mindig. Jó. Nagyon jók vagyunk. Kedvenc száma. A kedvenc számom nem más, mint a 66-os. Hallod, de akkor hogy gyújtsuk meg a cigit, hogyha elkéred? Az egyéni probléma. Ó, oh, majd csiszolunk, Jordan, csiszolunk. Csiszolunk. Ja. Mit mondod, hogy tőlem veszed lőszer? Per napi, Levente. Hát rá kell kenni valakire konzerv. Ez hallott a Jordan? Akkor szóljon már az őröknek. Akkor... Arabika, nem tudom, hol van. Az utolsó kettő urat már átnéztem. Rendőr úr? Inni való, biztos? Hamburger. Rendőr úr? Jó. Ez a konzerv. Most izé hallott a Jordan is, hogy mondta Diaz, hogy izé, hogy rá, hogy valaki. Jaj, mert az újoncot kell piszkálni állandóan. Köszi András Simon! Tényleg, mindjárt jövök. Gyere mindjárt. Köszi András Simon, akkor te nem kéred a kártyát? Köszönöm az előbb. Paypal-e sikerült? Valamelyik cellájában volt valami? Hát, üres volt az összes. Hú, de jó, hála Istennek. Hol üres volt, nem tudom, hogy fölöttek. Ó, oh, ja, fürödjünk egyet, szerintem is, mert nem fürödtünk tegnap. Nincs fájt vissza szó. Most mondom, uraim! Na. Szappan a földön van, aki felveszi, nem tudok szemmi. Vedd fő te gombóc, én nem hallgass le érte. Úristen, szappan a földön. Én azt hallottam, hogy a gombót szeretné felvenni. Na-na. Igen, igen, gombó. Köszönöm. Ez a Bartos. Ez a Bartos. Kiengedték a magáncellája. Kiengedtem. Álljon már sorra. Mik a Bartos? Kik ezek? De most, hogy már minden vagyunk, akkor szerintem mehetünk a Istenem! Óriásiak ezek. Már Bartos megjön. Indulás. Jééé. Menjen csak Bartos. Menjen a Bartos a király. Kik ezek? Uram! Jaj! Itt van biztos. Hogy ne lennénk itt? A Bartos! A Bartos az úr? Persze, majd egyszer Bartos tegnap nem láttam, majd jött. Na jó, van, menj előtt! Igen, mert a magáncellájában. Ja, el volt zárva, akkor veszélyes. Igen. Hey, Bartos! Melyik lett az?
Bartos! Sziasztok! Ez egy újonc. Mi? Én most az kerültem be maga... Miért volt magánzárkába, Bartos? Majd beszélünk. Nagyon jó! Superchat, azt hiszem 40%-ot ad rá Simon. A PayPal kevesebben. Meghúzott az ujjam. Feka a Bartos! Imádom! Bartos! Majd... És hogy fürdünk, uram? Ja, hol fürdünk? Ja, reggelizünk először. Lehet, konyhába a csapodat. Jó, csávod. Hát persze, ő a Feka amúgy OC, de most más karakter terpéz. A Bartos. Óriási. Ki az úr? Ki az úr? Ki az úr? Bartos. Ő Diaz, meg valami arab. Én vagyok az, Bartos. Diaz vagyok. A város ura. Jó, majd beszélünk. Jó, majd utána beszélünk. Város ura. Konzerv, nagyon szájjal. Száraz kenyér forró. Néha nem tudom. Száraz kenyér forró víz lesz a vacsora, Andy. No, majd megtanulja. Na, jó. Pizza? Végre nem puding, fostam tőle este. A papaszita, láttad az ágyadat? Oda fostam. Köszi, köszi, köszi. Odaadom az úrnak a kétszeret. Köszönöm. Odaadom az úrnak a kétszeret. Pizzáját. A telefon elfogázni. Köszönöm. Nem látom papaszit, tehát az baj. Ja, tényleg Jussu ez a karakter RP-zett, igen. Bartos! Mondjad, Pim! Jó kaja van most, tegyél. Most végre pizza van, ide ülök akkor, Bartos! Na, majd szólítalak, hogyha akarok veled beszélni. Jó, hagyj enni! Rendben. Köszi, Aion Deamoni! Köszi, köszi! Húha. Az iPhone az vízálló, ja, miről beszéltek? Az iPhone az vízálló. Nagyon régóta bent. Nem bakancsba fürdő, tényleg. Akkor fel kell dugni a senkebe a telefont? Hát csak legyen. Valaki ketchupot nyomjatok rá, ha. Ah, de jó, van ketchup, minden. Ó, de jó. Dehogy, de vel is veszem. Hát én meg kiveszem a kezedből. F... Hey, őr! A krumplisra látta a fejű! Nyomd az arcába, nyomd az arcába! Na, jó van. Jó van, menj a... Jó. Máshol van. Na, megyek másik asztalhoz akkor. Hát máshol nincsen. Akkor iszok egy kis kólát. Meg ice-ot is. Jó. Vedd el. Hát két okos... Két okos szponzor. Köszi, Aaron! Aló, Diaz! Két okos szponzor is van itt. Hihetetlen. Mit izéled azt, ahogy kivákozt a Sprite-ot? Ja, figyelj, tele van vízzel, úgyhogy csak az íze kedvéjé. Aha, aha. Ja. Jó. Na, konzerv húzzál el innen, légy szíves. Már mi lesz, ha? Ahogy te beköpt minket ám, na ezért még számol. De figyelj, Jordan, én védelmet vettem tőletek, azt nem védtek meg semmitől. Hát, mert az őröktől hogy védjünk, mert mi a másik emberektől. Hát, azok védünk meg. Ja, jó. Oké, okay. Köszi. Szóval többször ne köpjébe, mert akkor nem lesz védelem, jó? Ezt a bárdos itt meg jobb, hogyha izé, megismered. A bárdos, nem Bartos. Bartos. Menjenek egy kicsit levegőzni, szóval rendben. Foglalkozáson. Köszönjük szépen. Jó, most nincsen nincs munka. Nincs már kés csat nálam. Végre. Nincs de már jó volt a kalapálás, hallottam kalapát. Dolgoztunk egy kicsit. Na, beszélek a Bartossal. Mondtam majd a szólítalat. Szemtelen vagy te? De ő itt a góré, vagy mi? Igen, igen. Én ezt nem tudom. Ja, hogy ő ilyen befolyásos ember? Eléggé. Őci, az őrökkel is jobban van. Egy kicsit. Mióta van itt? Már látom, le van rottyanva. Ó, hát több éve, mint te. Meg mint mi? Hát, neki egy popot! Nem. Ki van ez? Persze, voltam tárgyaláson, várok a bírói döntésre, de szerintem én kimegyek, mert nincsenek bűneim. Mit? Nincsenek bűneim. Sok sikert. Azt életfogytiglant kaptatok, nem? Na, hova kell menni? Hát szabad foglalkozás van. Azt mondták a zsaruk, úgyhogy én elmegyek szerintem. Na, mondd. Elmegyek. Elmegyek. Telefonozni. Hova menjek? Hova megyünk be? De a rendőrök is milyen jó hozzák itt a szerepet, nem? Nagyon jó.
Az a baj. Hol telefonozzak? Valakit föl kéne hívni. Az a baj, hogy észreveszik, nekem végem van. Észreveszik, nekem végem van. Igen, mostában több néző van, köszönöm szépen, örülünk, hogy ennyire bejön nektek amúgy ez az RP. Jön. Jön valaki, elhiszitek? Hello. Na, hello. Itt vagyok, nincs sok időm. Mondjad. Miért adtad ezt a telefont meg a rádiót? Majd megtudsz mindent. Le kell tennem. Hallom, hogy futnak. Jön valaki. Francessen bele. Az a baj, hogy lebuktat. Nincs nám kés. Meg kéne ölnöm, ha aki ide jön, nem? Jó van. Ennyi info, jó. Hát várjátok, le kéne némítanom, mert repülőgép módban van. De akkor hogy tud hívni? Jani nem volt repülőgép módban. Jó. Meg privátba is teszem. Jó, repülőbe tettem. De figyelnek ezek a kis aranyosok amúgy. Jó, ezt csak nem, ezt nem lehet hallani. Na mi van? Kicsit meditáltam. Mi újság? Bartos akar veled beszélni. Jó, menjünk akkor. Kíváncsi vagyok. Megyek Bartossal beszélni. Na jó, van, de... Mit? Mi van elítélve? Gyilkosság? Minden, ami létezik. Hol van Bartos? Csak a Diaszt kérte, úgyhogy te ne gyertek. Na jó. Hallod? Gyere velem. Nem ki... Elfelejtettem ám a tegnapi történteket. Figyelj, azt mondták itt a többiek, tudod, az volt a baj, hogy tudod, ki bízott meg ezzel a dologgal? Aki? Azt mondta, hogy ad nekem lőfegyvert, szerez nekem, hogyha megteszem, a konzerv. A konzerv azt mondta, hogy ha leszúrlak, akkor ad fegyvert. Most kapsz a szádra! Attól még te tetted meg, tudom, én ezt nem felejtettem. Tudom, de ő volt a megbízott. Ő volt a megbízott. Majd ő is kapni fog. Ja, lőfegyvert akart adni. De hál' Istennek az orvosi ellátás miatt túlélted. Még kicsit véres a pólód, de jó vagy, hál' Istennek. Nem számít. Nem kapunk újat, az a helyzet. Kíváncsiak a Bartos mit akar. Hát, látszik nem, hogy ebben a szúrkálás gyakorlat. Hát nem hallod, nem tudom hova kezd. De direkt úgy szúrtanak meg, hogy ne érjen halálos sérülés. Hát, ezt nem biztos, hogy elhiszem. Hidd el nekem. A rab még nincs. Na, megkosztant a szemtelent? Hé, szevasz Bartos, itt vagyok. Nem szevasz, maximum üdvözlöm, vagy valami. Üdvözlöm Bartos. Pion. Mielőtt itt elkezdek vele beszélgetni, amit meséltél a botozdák, van-e nála valami, jó? Flancessem bele. Mindent vegyél el, ami olyan, ami nekem kellett. A francba! Bartos, lenyújja a cuccunkat! Hát, nézem a zsebeit. Minden nézve. Francba! Elvesz minden. Felsőjének a zsebét, nadrág zsebét. Lopni a nadrág szárát. Találok itt egy telefont, egy rádiót, lőszert, drogot. Az itt. Kit szerezte ezeket? Látogatóktól. Oké. Akkor vedd el tőle be. Mindent.
Rám majd utána akkor majd elmondom, hogy vagy mennek itt a dolgok. A lőszereket, a drogokat, minden étel, italt nála hagyom. Aztán... Becsúszhatott a zsebbe, jön egy gyűr. Fú. Ezt kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Sziasztok, szép estét! Na, meg vagy. Igen. Miért hagyott? Hát mit csinálja? Na, akkor fiam, kezdjél mesélni, ki vagy? Jó, leülhetek ide? Szia, uram. Persze, leül. Jó. Jó. Jó, fiam, majd a többit intézzük, jó? Jó, oké, akkor megyek is. Jó. Védelmem van? Jó, de ő a legnagyobb. Itt. Mondja, kedves! Kérem, álljanak fel a focipályához. Ajjajjajjaj. Szia vonat. Visszaadja hát majd. Jó, vissza fogja adni chat. Az a pálya, érted. Hát ő jóban van az őrökkel is, hiába köpöm bele, be őt. Dehogy nem RP-s, hát miért nem RP-s? Hát minden rabnál, ez tipikus börtönsztori, hogy van a rabnál ilyen. Tegnap kerültek be, hogy lenne a legnagyobb? A Bartos? Nem te, ő magánzárkába volt. Kedveske! Igen? Azt nem kellene. Megtehetnénk azt, hogy én oda leülök, hogy beszéljek az újonca egy kicsit? Persze, üljön csak le. Azért mondom, hogy itt. Család, hogy van? A család? Nem neked. Kedvesnek beszélek emlékeztetek. Ilyen jóba vagy a rendőrökkel? Én is mindenkivel jóba vagyok. Értem. Dalé. Jaj, megfáradtam kicsit. Ide dühetek. Nem nekem. Hát ez nem a legjobb ülés! Na hát figyelj, behoztak. Az a helyzet, hogy Diaz Rafael vagyok, a városban elég nagy maffia főnök voltam idáig, amíg be nem kerültem. És az a helyzet, igen, hogy saját csapattársaim dobtak fel, és kerültem ide. Mindenki rám vallott, egyetlen egy ember kivételével, aki igaz, nem a csapattársam, viszont a volt elnök, ő segített nekem, és bevallotta azt, ami nem is az én bűnöm. Aztán tegnap volt a tárgyalás, a bírói döntésre várunk jelenleg. Hát az egy rövid történet. Hát igen. Hát pár éve már csináljuk ezt a melót. Lehetett volna tudni, hogy ez a vége. Minden ilyen történetnek ez a vége, csak az idegesít, hogy a saját barátaim tették ezt velem. Hát az előfordul. Figyelj, ha jól kevered a kártyákat, innen is lehet hatalmat. Nem lehet innen kijutni sehogy. Én itt nem akarok itt hatalmat, én ki akarok innen jutni. Hát a kijutás az nem ilyen egyszerű. Azért. Én már itt vagyok. Egy jó ideje. Hány éve? Vagy már hát most vagyok 80, 20 voltam, mikor bejöttem. Az igen. És mit követtél el, hogy itt vagy? Amit nem. Igen, Duma. Hát nem tudom, te mióta ulad a város, de hát azelőtt nekem volt itt hatalmam, sőt, még szerintem most is van ez. Mint ahogy veszed észre. Igen, értem. Hát figyelj, 2-3 éve, mi újak vagyunk, az új generáció, tudod? Uh-huh. A pádat hogy tisztelt, lehet ismét. Fatert? Fú, nem mutatkozott be. Az a baj, hogy azért nincs nekem se családom, azért kérdeztem az előbb. Mert olyan életet élek, ahol tudod, hogyha megfenyegetik a családomat. Állítólag ezért fordultak ellenem a barátaim, mert az arab, aki most nincs itt, nem tudom, lehet alszik, vagy mit csinál még, ő megfenyegette a családjukat. Az a baj, hogyha az embernek van családja, akkor megfenyegetik. Sziasztok! Te így irányítasz egy maffiát, egy fenyegetőző? Nem én fenyegettem, hanem az arab. Akkor miért dolgozol együtt azzal? Hát én, nekem ez új volt. Tudtál róla? Nem tudtam róla. Ezt akarom meg, de azt mondta tegnap, hogy ez nem így volt. Most valaki hazudik. Lehet, hogy itt az arab hazudik. Sziasztok! És onnan van a telefon. Barátkozzunk vele?
Hát akik érdekes, ez a csavar az egészben, hogy tegnap bejöttek látogatni, hoztak pizzát, minden, és az egyik volt emberem adta nekem oda a telefont meg a rádiót. Szóval lehet, hogy itt más van a háttérben, a körözést így le tudták magukról venni, de így én bekerültem a cellába. Értem, értem. Hát ugye, elmondom, hogy hogy működik itt a dolog, azért jobb a tisztában legyél. Jó. Én itt jóban vagyok az őrökkel is, a rabokkal is, mindenki nekem jelent, és nekem adózik. Igen. Tehát ha bármi szükséged van, bármire szükséged van, akkor nekem szólsz és intéz, én intézem. Jó, és akkor a telefont akkor visszakaphatom? Hát ugye, minek meg van az ára? Lopja a telefonomat! Az... És mennyibe kerül a telefon? Ez egy állat! Vadd nálam egy kis készpénz, amit kívülről ki tudtam hozni. Itt vagy? Ti halljátok őt? Nem, mi? Hello, itt vagy, Bartos? Rádió is kell, ja. Én nem hallom. Szeró Crash van? Micsoda? Ja, ja, én is most fogytam ki. Ja, piros a mikrofon. Ja. DDoS? Crash-elek, ja. Ja, én is crash-elek. Beát. Beát minden. Szia, bátor! Piros a mikrofon. Ja, át van húzva. Crash. Crash Manu elvisz mindenkit. Sziasztok, hello, hello! Jó, hát mindjárt kidob minket, akkor innen folytatjuk. Na, viszont akkor mondjátok meg, hogy barátkozzunk vele, vegyük meg a telefont, meg a rádiót, és akkor visszaszerezzük, nem? Én ezt találtam ki. Ja, most fog kidobni. Most dob ki. Jaj, ja. Dani, ne legyél már ennyire béna, bocsi. Miért, Dani? Miért vagyok béna? Hello, hello. Jó, hát viszont most egy kis pénzt kell költeni. Az rendben van. És akkor, de viszont azt, majd megkérdezem tőle, hogyha ennyire jóban van velük, miért nem nyitják ki? Oké, oké. Megnézzük, hogy vissza. Miért vetted el tőle? Hát mert itt a börtönszobályok érvényesülnek. Hát nem úgy van az, hogy az újonc csak bejön. Mondjuk nem tudom, hál' Istennek, hogy milyen egy börtön. Belülről, de... De ja, na megyünk is vissza? Ja, csak a zene, megsüketűtök. Gyors levettem. Ja, crash volt, de megyünk is vissza, hál' Istennek. Csak levettem a zenét, mert megsüketűtök. Kösz, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatást, tagságot! Mire jó pénz neki a börtönbe? Hát dehogy nem. Hát minden, itt a magyar börtönökben is, most lényegtelen honnan tudom, keddenként van bolt. Igaz, hogy dupla vagy tripla ára, ami a boltokban van, de lehet vásárolni a börtönökbe. Dolgoznak a börtönökbe, és kapnak fizetést. És azt el lehet küldeni, keddenként van bolt. Csak amit keresnek, az nem olyan sok, hogy el tudja, annyi mindent tudjanak venni a börtönbe. Ez így van. Ja, így van, Gábor, ja, ja. Már volt róla Tomi. Na, jó, visszaértünk. Neki crash-et. Na, itt van. Feka! Feka lebukott, át kell a skint még rakni neki. Most bekerült! Jajaj. Ja, persze, persze, ez nem kötelező elküldeni, persze. Persze, persze, persze. Na. Leülök. Na itt is van. Hol tudok csatlakozni a tagsághoz? Az iPhone nem mutatja a fület. Valaki segít, de elmúlni? Na, köszönöm szépen. Szerintem asztali módba kell YouTube-on tenni. Köszönöm, aki tag lesz.
Ah, itt vagy, fiam? Itt vagyok, igen. Ott tartottunk, hogy... mennyibe kerül a telefonom visszavásárlása? Maradt egy kis készpénz, amit kintről hoztam be. Szia, Zoli! Ja, de hát ennek egy feltétel van. Igen. Az, hogy... link kell, leírásba ott a link. Képes vagy-e... képes vagy-e nekem dolgozni itt be? Miről, miről lenne elfogadni szó? Elfogadni engem. Hát elfogadok. Köszönöm. Itt a góri. Miért remítem család. Szerint azt el kell fogadni, és nem? És követed, amit mondom. És akkor olyan előfordulat, hogy te azt mondod, hogy írjak ki valakit, akkor ki kell nyírni valakit? Előfordulat, igen. Szívességeket kell tenni azért, hogy én szívességet tegyek neked. És hogyha tegyük fel, én ezt nem fogadom el, akkor megkeseríted itt az életemet? Hát akkor elég csúnyan, igen. Tudod azokat, tudod, így vadállatok. Egytől egyig. De ha én azt mondom, hogy állj, akkor állj van. Értem, értem. Jó, rendben, legyen, legyen. Viszont a telefon nekem az kell. Jó, hát oké. Elintézzük azt is. Viszont akkor most már adja. Úgy együtt vagyunk. Tegnap elkövettél egy hibát. Igen? Mit? Van az a szép kis szőke herceg fiacskám. Melyik úgy az? Hallottam, hogy, úgy hallottam, hogy tegnap éjjel egy kis készszúrást kapott tőled. Igaz ez? Hát, jók az információk, de elmondom, hogy miért tettem. Hallgatom, hallgatom. Konzerv volt a megbízó, azt mondta nekem, hogy ad lőfegyvert, hogyha... lőfegyvert? Így van, hogyha leszúrom. Honnan adna lőfegyvert? Nem tudom, azt mondta, tudsz szerezni, lehet, hogy csak hazudott. Kirápoljuk! Én szervek be mindent, lőfegyvert. Na, akkor engem jó átvert, jó átvert. Jó, hát a konzervvel is elbeszélgetek. Konzerv kap a szájára! Mindegy, te vagy az új, kipécéztek magatoknak. Ezért szúrtad meg? Ezért, abban reménykedek, hogy kapok fegyvert, kinyílok mindenkit, az kiszabadulok innen, mert most már, hogy őszinte legyek, egy napja vagyok itt benne, de már unom nagyon. Itt nem akarok megrohadni, érted? Te vicceskedj. Kiszabadulsz innen, hát hány őr van itt? Hát rengeteg, tudom. A lehetséges lenne, már kijutottam. De már tanulmányoztam a kamerarendszereket, az őrök létszámát, mindent. Az a helyzet, hogy egyedül nem leszek elég hozzá, viszont hogyha visszakapom a telefonomat, egy külső segítséggel el tudjuk terelni a figyelmüket az őröknek. Szia, Dominik! Jó, figyelj, mindennek megvan az ára, mondom. Viszont a tegnapi miatt a fiam itt fölkeresett, akit megszúrtál. Igen. Bosszút akar állni. Meg akar ölni, mi? Nem akar megölni. De viszonozni szeretné ezt. És akkor hagyjam magam megszúrni, ne idegesíts. Muszáj lesz. Ezt! Ha nem hagyod, akkor is megtörténik. Mert ilyen itt nincs. Francba! Hát jó, és mi van, ha belehalok? Nem halsz bele úgy, mert így tudja, hova kell szúrni. Ellátnak ott hátul az orvosi szobába után. Jó, akkor ennek mikor kell megtörténnie? Ennek minél előbb meg kell történnie. Majd történik, amikor történik. Mindenről tudja? Hát figyelj, jó lenne felkészülni rá egy kicsit. Jó, majd mindjárt végeznek a tornával, akkor beszélünk szépen. Ácsett. De azt, hogy mikor beszélünk, azt ő dönti el. Jó, és akkor a telefonnak mi az ára? Mennyi pénzed van? Nálam itt? Zsebbe? Uh-huh. Majdnem 50 ezer. Nem sok híján, de majdnem 50 ezer. Arra se van, az mindent, egy napig nem húzzuk ki annyival. Tudod, itt az őröket kenni kell. Hát ja, nincs sok értéke a pénznek, gondolom. Azt mondta, van egy ajánlatom ezügyben is. Igen. Kit akarsz fölhívni? Figyelj, az előbb már beszéltem az egyik volt emberemmel, azt mondja, hogy mindent megtok, amikor eljön az ideje, de le kell tennem, mert már ott szagláztok, félek, hogy valaki beköp. Mhm. Hát ugye már Bartos csibintézni őt is. Nem tudom, hogy kit lenne érdemes felhívni kintről, hogy segítsen, mert az ember... Megmondnak az embereim kint, mondasz egy nevet, vagy egy hol találják, meg megkeresik. Hát ennek is ára van, és annak is ára van, hogy akkor elintézem. Ugye itt a látogatás úgy megy, hogy őrökkel szemben kell ülni.
Nem tudom, voltak nálad látogatók? Voltak, tegnap. Akkor kaptam a rádiót meg a telefont. Ja. Ha be akarod, akkor lehet úgy is egy privátba. Aha! Az mondjuk nagyon jó lenne, és az mennyi pénz? Mennyit kell adni az őröknek? Hát azt én intézem, de a számlát neked nyújtom be utána. Jó, legyen, legyen. Akkor el kell döntenem, hogy ki ez az ember, igaz? Úgy megy, a matek úgy megy, hogy amit én fizetek, annak a duplája jön. Értem. Fizetek, akkor visszatok. Szóval akkor kell mondanom egy embert, és akkor te elintézed, hogy privátban tudjak vele találkozni. Igen. Csát, ki legyen ez az ember? Róka? Coin, biztos, hogy ha telefonálunk és bejön, akkor ő hozzon pénzt. Azt fix. Jó. Itt kéne elérni majd. Ki legyen? Mágus? Hát még gondolkoznom kell. Az a helyzet, hogy... Most szégyen vagy nem szégyen, de lehet, hogy azok közül kell választom, akik elárultak engem. Mert valami putris csávó, képzeld el, hogy rá, ő volt a felbújtó, rászedte őket. Szép napot! Fiam, jó napot! Mi a helyzet? Jönnek dolgozni? Diego, mennyi dolgozik kicsit? Jó, megyek. Hogy van, fiam? Család? Meg vagyok. Diego, gyere egy kicsit. Igen, uram. Hogy van a fiam? Minden jó. Cseperedik? Adok neked egy kis dolgot. De ne a ma... ez lángos? Aha. Hú, köszönöm szépen, akkor ezt el is fogyasztom, mert nagyon éhes vagyok. Nehogy itt egészségé. A Bartos elvegye gyorsan. Csak nem. Nem leszek ilyen szarpajátok. Bika, igen. Bika is tértessen sokáig! Boldog! Boldog születésnapot! De nem kapsz ládát, Bika, mert nem tudom odaadni. Hú, chat. De óriási ez a börtön RP, nekem ez nagyon tetszik, chat. Persze ki kell szabadulni, de ez tök jó, nem? Á, főke. Fők, nem tudom. Ki az, aki annyira nem volt ellenünk? Meg nincs itt, ugye? Dolgozz már, Diaz, mert szétlesz baszva a fejed. Jövök már! Majd az idő, hogy te is csinálj valamit. Alapád a falat? Kolléganő? Igen. Nagyon jó hozzák! Mondjuk a Sirius, tényleg. Csend! Majd tabba. Gyere, fiam. Nem tudom. A D. Halljátok! Amúgy Diaz, te tartozol egy tornával amúgy. Mivel tartozok? Hát egy tornával, vagy guggolásokkal fekvőtámasz. Mi? Dehogy? Hát én reggel a cellába elintéztem. Ezt már pótolnod kell. Nem tudom, csak ki legyen. Meg leszel verve. Nem pótolod annyi? Tessék. Szuper cella, ú, az jó. Duplája lesz, Diaz. Dupla. Értem. Nem tudom, ki legyen az. Picsába, ezt nem hiszem el, hát már megint. Nem, most persze más karakter terpéznek itt a srácok, nézd, de olyat akarok behívni, aki nincs itt. De ő hagy erpézze most ez. Fúj, ezek mit csinálnak? Ja, úgy a tesómat. Ja, ó, Fivi, úgy mondjátok, ja, azt hittem az Ádikát, bocs. Bocs, az Anonymous-t. Nem tudom, hogy itt van-e. Patika nincs, csak ő... Mikor tartatom szünetet, vagy már fáj. Hogy jobb legyen az RP azért. Mit rogy? Meg gumilövedék van benne, nem halános. Most hol? Ott beszélnek a D-vel, bakker. Vagyis na, a papaszítával, a Bartos. De amúgy nem annyira összetéveszthető ez, nem? Jó, mondjuk persze tudjátok a hangokat, de hogy külön karaktert erpéznek, tök jó megy, nem? Napit még nem tudom átvenni.
Mindjárt, először késelés legyen meg, nem? Az a baj, hogy meg fognak késelni. Mert mondta, mert tegnap megkés a főgóré itt a Bartos ott. És ő a fia. Vacsorázni, mert már éhesek vagyunk. Ja. Megyünk vacsorázni, na. Hála Istennek. Ja, vége. Már nem is van. Álljanak be egy sorba. Napival tudok fegyvert is nyitni? Igen. Mondom, álljál be egy sorba. Jó, hát. Még 2 perc van, tudom átvenni. Ide a vonalra hölgyem, vagy? Van benne pisztoly? Nem hiszem, hogy van, ez csak ide van téve, vagy van. Mikor ide? Vonalhoz. Van egy pár vonal, de nem. Tényleg tudod, azt mondom, 8 éves lettem. Istenetes. Hallod, Diaz, nekem is mondták. Oké, itt vagyok. Jordan, csituljál le. Na, és nézem, eddig ez a legszebb sor, amit láttam életemben, főleg egy ilyenek emberektől. Nincs lőszer, de ott van nála. Ott van a Bartosnál. Az eleje indulhat is. A sorba. Menjenek. Konzer, fiam. Istenem, ez tudom, hogy fagy. Vége lehetne már a Börtön RP-nek? Szerintem tök király, Milán. Szerintem ilyen RP nem sűrű van. Nem, ma már csak a tagoknak elérhető, aki nem tag neki holnap. De miért? Az múlt héten volt. Ja. De lehet szabgiftet is osztani, aki nem tag, köszönöm. Most egy két rész, ez a második rész, nem mindig ezt fogjuk. Kopasz, Joe! Mi van, Jordan? A leége félig a feje. Csávó. Hallod, Jordan, ez a Bartos tényleg ilyen kemény csávó? Hát, amit látod... Évvel legrégebb óta bent. Mit tapasztaltál? Te beszélgettél vele? Ha, de hogy kivételeznek vele? Hát jó, azt mondja, hogy az őrök is a kezébe vannak. Na, hát látom. Ja, a fivérem bennmaradna a helyettem, ugyanúgy néz ki, tényleg. Ez mondjuk nem rossz ötlet. Mit beszélgetett vele? Figyelj, hát a szabályokat mondta el, hogy mindenért fizetni kell neki. Hát, minden nála van. Hát ez természetes. Bakker. Meg kell fizetni a Bartos. Köszi, Szabi, az etalapot. Ingyen semmi sincs már. Hát vágom, de... azt mondja, hogy 60 éve benn van, ez igaz? Hát, hogy van benne igaz? Bakker, nem vagyok annyi idős, mint amióta ő itt van bent. Hát ez a baj. De figyelj, már 80 éves kis rozoga, nem lehet kinyírni? Hát, hát lehet, hogy rosszul jársz akkor. Nem tudunk ruhát cserélni. Két éve van két. De van valami ruhacsere! Van, hát akkor több védet kapnál börtönbe. Bakker, tényleg. Soha nem jutok ki innen akkor. Még a bíród lehet úgy dönt, hogy ártatlan vagyok. Nem sok esély. Nem ilyen sok az urak? De megyünk, hölgyem. Megvásuk a hely. Sziasztok! Nyitom. Lehet ruhát cserélni, igen. Nem lett kivéve a reklám, néha dobálja veszett a fél óránként. Próbáljunk tulajdon itt. Há, hogyne? Jó, akkor én remélem, hogy pizza lesz. Megint pizza van. Megint pizza van, nem baj, legalább nem puding, nem fosunk. Mi a kaja, he? Tudjátok mi a kaja? Neked semmi. Tárcát. Maradjál csömbbe. Na, fejezd be most már! Semmi. Fejezd be most már! Ó, Bartos! Bartos! Hallod, Bartos? Igen, András. Várj, ide leteszem a kaját. Diego. Konzerv, nem bír magával, ma megint. Diego kezdte. Diego. Diaz. Nem, puding. Kedveske. Csak puding. Puding van. Kedveske. Annyi. Diego, nem éhes. Diego, nem éhes. Hát akkor ő nem kap kaját. Hallod, Diaz! Annyi! Hallod, Jordan, felezzük már el! Megint van, még maradt egy szelet pizza. Fizettek ki értem. Felezzük ezek után, miért megverted itt a konzervet. Hogy volt, merszed? Konzervezem, még mindig ki vagyok! Én itt van az öröske is. Smarson volt, azt ültem a WC-nél fél órán át. Szia, néné. Milyen van csinálni? Jól megvédenek, ja! Ezért adtam drogot nekik. Elfogadom. Hallod, ezért adtam neked cuccot, hogy nem védesz meg. Hát azt
Én mit tudok tenni, hogyha boltos azt utasítsa, hogy ne adja neked? Hát de a konzervet szedd le rólam, Mizu. Kit kell megvédeni? Engem. Na mert mitől? A konzerv állandóan cseszeget, meg nem bírom Gába. Nem tudod, mert itt van a boltos, hát ődik. Ődik. Megneveljük. Melyik az a konzerv? Mi van a boltossa? Mutasd már meg neki. Konzervet ne bántsátok! Van a konzerv. Ott van az asztal, ami a izé, a puding, a vaníliás puding, azt vedd el, jó? Jó. De nem olyan. Ki akar engem bántani? Ugorj egyet, Konzi. Na hallott, konzerv, gyere már beszélj. Mikkel itt bántani itt ezt az úriember? Mi, én nem bántottam őt, ő támadott meg engem. Ez így volt? Nem. Nem, mindig mi az, hogy nem így? Meg miért hazudt? Meg megbízott azzal, hogy késélyek meg valakit, képzeld de. Mi az, hogy megbízott azzal, hogy késélyek? Késélyek meg valamit. Most meg azt állítja Diego, hogy megbíztam azzal, hogy késéljen meg valakit. Messze. Aztán a te késeltél, hallottam azt is, Diaz. Hát mert a konzerv megkért. Nem persze, hogy nem lesz a tió sorsa, de itt hazudja. Nem hazudok. Előbb meg lett beszélve. De most miért kell bántani? Most azért, mert új itt a börtönben, hogy milyen faszom van. Igen, tisztelettel beszélj. Mert mi lesz? Akkor ne basztassátok, jó? Mert szétbaszom mindegyik őtöket. Jó? Megbeszéltük? Végre a vöröske. Gyere csak vörös. Ajaj, most lehet, hogy... Lehet, hogy itt a vöröske velünk van! A saját síjátása. Nem hiszem, a vöröske legalább van tökke neki. Van neki... Mindenki megvacsorázom mindenki? Igen, köszönjük. Én még éhes vagyok. Mi itt, nem vagy éhes? A Diaznak nem adunk kaját, mert nem volt éhes. Menjünk a cellába, oké. Na, menjünk alukálni. Hát de hölgyem, mondta, hogy menjünk. Csett, akkor most lesz a szúrás, aztán utána el kell dönteni, hogy ki jöjjön látogatni. Semmi, egy kicsit félek. Menj kész szúrástól, mert informált már a Bartos, hogy mi fog történni. Hallod? Mondja Jordan. Mit beszélgettél ott az éjjel Bartossal rá? Hát mondom ezt, elmondta a szabályokat meg az árakat. Igen? Na, Diaz bátyja, gyere csak. Mizu. Na, szóltam az ügyedbe, azt mondja, hogy valami beavatás, és csak. Ja, jó. Hú, köszi. Uram. Mondjad. Álljon félre oda az az. Beavatás csak? Jó van. Oké. Szerintetek most a cellába foglak szerintem megkéselni. Ez a szökés legújabb sorozata, hány évadós legyen Cset? Kíváncsiak, hogy jutunk ki most már nagyon. Utána mennyi mindent el kell rendezni. Nőt akarok azt, hogy... Azt mondja, nőt akarok! Az arab nem jött ma. Lehet, hogy dolga van, nem tud játszani. Vagy ő már kijutott? Francessen bele. Ja, a sétastílust állítsunk be. Ja. Az jó lesz. Az a baj, szerintem most fog megkéselni. Hogy bejön hozzám a Bartos? Nincs késő, de szerintem ad neki a Bartos. Napi, mindjárt nyitjuk a napit. Papacito. Mikor akarod? Kinyitatom azt akkor az ajtót, jó? Ájj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 j
kedvességet akkor. Mi újság, Bartos? Ti... Mi ez a tiszteltelenség? Kivel? Azt mondtad, hogy...
Vállalod azt, hogy nekem. Velem leszel. Így van, megcsinálok mindent, akkor amit mi volt mondasz. Ez a balé? Most jól lesz itt kaja nélkületek itt? Nem, kicsit éhes vagyok. Jó van, többször nem fordul elő Bartos. A vöröske is tiszteletlen volt. Most hideg zuhany, testileg motozása van. Szóval. Hú, hát nem irigylem. Jó, velem nem akarom, hogy előforduljon. Kitaláltad, kit kell hívni? Figyelj, igen, lenne egy ember. Egy pillanat, kedves! Annyit kérnék, hogy ne maradjanak túl sokat egyszer lába, a másik meg, hogy mi elmegyünk most megünnepelni a nem tudom hány éves itt munka lévő. Hát tök jó! Szóval mi nem jó, leszünk most itt egy ideig. Tök jó! Azt kell a kulcsot odaadja, és akkor igen, bezárom. Igen, itt van. Tök jó, megkésehet simán. Köszönöm szépen, kedves. Jó bulizást! Köszönjük. Na, szóval egy, akitől kaptam a rádiót meg a telefont, mert ő mondta, hogy eljön mindennek az idő, és megtudom, úgyhogy a rókát kellene. Így ismeri a városban mindenki, hogy a róka. Róka? Aha. Rendben. Meg tudunk szökni, lehet így. Jó, figyelj, hol intézem. Egy-két dolgot még azért behozatok vele. Rendben. Adó ugyanán. Megmondta, hogy pénzt hozzon. Ennyi a jó, ja, meg pénz, igen. Jó. Oh! Figyelj, nem mondom, hogy aludj jó, mert a zárka kulcsa nálam van. És emlékezz, hogy engedélyt adtál valamire. Jó? Rendben. Jó viszont. Ez így valós? Na, ez így valós? Fermi, talán egy boxert az ágyban. Ez így valós? Üssem le a de az a baj, Bartos akkor. Nála kés van. Szerintem hagyjuk, hogy megkéseljen, nem? Engedni kell. Azért, mert akkor Bartos nem tud. Nem, akkor nem hozza be a rókát, chat. Hát hagyni kell. Mert akkor... Mert akkor nem hozza be rókát. Ezt muszáj hagyni, mert akkor nem hozza be rókát. A Bartos. Óriási amúgy, nagyon hozzák ezt a börtön RP-t, óriási. Az a baj, a szúr még egyet, belehalok. Kelj föl, diá! Áááá! Normális vagy! A franc essen bele! Emlékszem, hogy csináltál velem múltkor? Mi a fasz csinálsz, hallod? Na, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mi az, hogy megy már innen? Elmondtam, figyelj, hogy nem basztatjátok, nem nagyon érted. Jó. Figyelj ide. Nagyon figyelj jó. Figyelj ide, mondjad. Nagyon jó. Most hagyjál magunkra, jó? Mert? Szíves, mert füzetek nem... értem, menjél ki. Te engem nem fogsz megfizetni. Így is szenvedünk be az meg itt az életbe. Most nagyon jó. Igen, késsel vagy nagy menő csak. Na, menjél ki. Ó, bakker. De óriási, hogy így bejön a csávó is. Nagyon komoly. Figyelj, na, szerintem meg... Emlékszek, figyelj, papaszító, meg tudjuk beszélni. Figyelj, mondd, hogy mi kell, fizetek. Van kint vagyonom. Odaadom az összeset, az egész vagyonomat odaadom. Nem kell itt nekem a kamuduma. Hát ilyen kubi van! Meghaltam! Én is jövök! Jó van élet. Szerintem én sem számított rá! Kis vérzett? Nem még ilyen. Be van zárva amúgy. Még mindig be van zárva az ajtó. Ő még nem halt meg ilyen hamar! Hát szerintem.
Nem válaszol? Vérzett el most. Nem, ugye, ez nem számítottak rá, persze, nem. Vagy riválymódom kell magam, mert... Menj már kicsit. Mit csináltok, fiaim? Ja, ja. Megkötözöm itt a piázat a sebeit. Nem is én riválymódtam. Amúgy tök jó, hogy az ártalájtom ki. Vérzek! Segítség! Ja, kifele, fiaim. Segítség! Gyertek kifele. Kijöttek az ártajtó! Csát, le, ide folytatjuk. Na, de ott a vértócsa. De hogy meglepődött, szerintem ő is végett, hogy erre nem számított. Hú, bakker. Visszaadta. Jó, erre kíváncsi leszek. Jó, de most behívják. Jött az őr. Hú, chat. Valamit adjál, Bartos! Megkötöttek. Dehogy kötöttek, még vérzek! Jó, ugye. Ezt töntsd a zsebre. Mi történt itt? Köszönöm. Valami fáj a gyomra. Fáj a gyomra? Mi, hogy rosszat evett? Na, hát nem evett, szerintem az összeszűkült a barátok szemben. Megvan, uram. Meg, meg. Majd. Legközelebb nem lesz tiszteletlen itt a emberekkel, azt akkor kap ebéd, vacsora. Úgy érzem. Nem igaz? Nem akarom kinyírni a rókát. Rendben van, akkor így kvittek vagyunk, Bartos. De a papa szitával kvittek vagytok. Akkor jöhet az ember látogatni. Telefonáltam. Igen. Keresik. Jó, jó, rendben van. Hozni fog pár dolgot. A listát leadtam. Ha jó. Nem adod át az összeset, akkor innentől végig. Ja, kapcsolat. Szóval oda fogja nekem adni. Köszi Gyuri! Köszi innen Tamás Kristóf az egy évet! Jó, rendben van, rendben van. Köszönöm szépen. Kösd be magad valami szarrongyal, ami itt van. Jó, bekötöm. És senkinek egy szót se. Jó, erre. Rendben. Na, jó éjszaka. Jó ét. Ki, valakit kinyírjunk? Megint crasheltél? Én nem. Nem, akkor most nem a szerver. Kit hol? Jó reggelt. Az a Bahama room, ez mi? Az ajtót bejövő. Uram! Hall? Igen? Adok önnek egy fájdoncsilapítót, jó? Jó! Vegye be, segíteni fog. Jó, köszönöm szépen! Na, jöjjön, mert megyünk reggelizni. Oké! Okay. Jó reggelt, tiszteletem! Jó reggelt, jó reggelt! Jöjjön uram, jöjjön! Kómás, jöjjön! Köszi Gyuri! Értem, hogy kómás. Kicsit csuklok. Csuklik, vigyom vizet uram! A segít! Ha vizet így gondoljam. Akkor... Hápogj már, mint egy gumi kacsa! Köszi a 31 hónapot! Diaz, emlegetél valaki, hogy csak... Csuklok egy kicsit, igen. Valószínűleg azért, mert ezzel megszúrtak. Megszúrtál? Készúrtál. Igen. Mit csináltál? Igen, megszúrtak a cellába, uram. Bartos arrébb tudna jönni esetleg egy kicsit. Személy leírás tudani róla. Igen. Papaszita. Rendőr úrnak segíthetek? Papaszita. Ezt mondjuk lehet, hogy nem kell tudni. Ezt mondjuk lehet, hogy nem kell tudni. Gyere, már mondd el, mit történt. Bartos. Csuklok. Mondja, kedves, mondja. Hú, most papaszita kap. Ebből baj lesz. Visszatartom a lélegzetem. Elálluljon. Diázunk. Jó, csak a csuklásom miatt. Jó, abba maradt. Jó reggelt, Diáz. Jó reggelt, hát lehetne jobb is. Godzilla alszik, vagy mi van vele?
Godzilla! Na, hagyjam a szívét. Na, mindenki itt van. Jó napot a biztos uratnak, te engem még tisztelet a szerepel. Tisztelet, álljál be a sorba. Na, akkor mondom a napi feladatot. Tegnapi nap folyamán elkezdték a medence építését, ma be kéne fejezni. Lehet egy kérdésem? Akkor passzol. Igen, győző! Na mondja. Hát azt mondták, te elmentél szabadságra. Én? Az irodában voltam fent. Hát akkor minek hazudnak itt ennek? De akkor pazsarú segít állítólag, igen. Aludt egy kicsit a kövér. Na, okosan. Nem én mondtam. Aki leszúrt! Melyik volt? Aki leszúrt éjszaka! Igen, akkor az... Leszúrtak volna, akkor nem vagy itt. Szőke herceg, indulj el a sarokba. Dobd fel a kezedet, hagyd mutozzon a kárt. A kés remélem nálam van! Szerintem Diego-t is át kéne mutozni, nem? Konzer, miről beszélsz? Jó, van aki, aki izé a semmi... Francesse, Konzer fődobott minket. Mindenki nyugodjon le a fenébe, jó? Ezt nem hiszem el. Konzervet ki kell iktatni, sajnos. Tehogy, ez hazudik. Akkor... meg akar verni engem. Nálam sem. Jól teszi. Indulj a sorba, kiengedte, hogy megszólaljon. Pozitív. Na, mindenki fogja a csákányt, meg a kalapácsot, ezt lehet bontani tovább. Jó. Valami ütvefúró nincs. Ütvefúró nincs. Meg valahogy ki kell iktatni a konzervet. De amúgy az lenne a poén, hogy aki meghal a börtönből, ma nem jön ugye vissza. 40 fokon! Főnök! Ó, ilyen felé a földbe. Ti az maradj már le. Látogatás! Nem marad le senki. Milyen látogatás van? Melyetek szépen ivasok. Jönnek megint kozni pizzát, meg mindent? Hallod ilyen látogató? Nem hiszem meg. A zsarukat nem akarom, hogy látogassanak. Francba. Menni kell? Hova kell? Hova kell? Hehehe, azt a falat bontjuk. Arab, nem tudom, lehet, hogy ma nem tudok jönni játszani. Áááá, megint kalapácsoljuk azt a falat. Na idegesít, cselemjék. Hallod, Jordi. Na. Hallod, Jordi, csak egy tippnök. Igen? Azért van zarók, hogy mert még jobban le fognak szopatni. Ja, jó, nem akarom, hogy bajodessen amúgy, mert látom új gyerek vagy, meg ilyenek, de jó. Így megy, jó, köszönöm szépen. Nem mondjál semmit se inkább. Jó, oké. És akkor próbálj meg valahogy összeverni. Jó, rendben, oké, ez egy jó tanács, köszi. Jó, ez a csávó velem van, a vörös hajú, igen. Segít nekem. Nagyon jó. Kollégák, ahol tegnap kalapáltak oda. Csak itt most van mutatom ennek a kis fiúnak, hogy mi van itt gyöngyösen. Ha minek vagytok itt tenni? Jaj, a fiam. Ha menjetek már munkához, mi? Én? Menjél dolgozni. Mondjátok a galájkot, köszi. Nem tudom ki a vörös hajú. Nem a Sirius. Menjetek dolgozni, fiam. Nem tudom. Kérjük a balzat, tudjátok. Na, figyelj ma. Igen. Mi volt ez? Hát hallod, majdnem meghaltam. Elpofáztam valamit, nem? Hát de én csak őszintén elmondtam, hogy mi történt. Elpofáztam valamit, azt, hogy fájta beled. Jó. Oké, ezt fogom mondani. Ha meg egyszer megkérdezik, ezt mondom, Bartos. Figyelj, ne. Figyelj, még sok hatás alatt voltam. Bocsánat. Yeah. 50 ezer a látogatási pénz. Oké. Kinek kell adni? Jönnek. Nekem fogod adni, én megadom a tovább a kedvesnek. Jó, rendben van. Felírta az emberem a rókát. 10 perc van, jön a róka. Valami arra magyaráztak, hogy nem ér rá. De jön valami 2 vagy 3 ember, akiből az bízik, vagy kiküldött ide. Figyom, sincs érdekel. Jó. Majd te tudod. Hú, mások jönnek. Tudszok hozzák, ami az enyém. Mind a tied. Tiszta. Mind az a látogatási cserébe. Tiszta. Valamit maradjon nálunk? 10 perc múlva itt. Rendben van. Addig elmegyek mosdóba, mindjárt jövök. Csert, elmegyek pisíni, mindjárt jövök, jó? Köszönöm, hogy ennyi néző van. Nagyon örülök, hogy ilyen izgalmas. Ez a többiek érdeme is. Pisilok, mindjárt jövök.
105-en fönn vagyunk. Sziasztok, hello, hello. Ja, lebukok, az a baj. Tagoknak rögtön elhető lesz a live, aki nem tag neki holnap. Maga mit különcködik, uram? Bocsánat, csak pisiltam gyorsan. Bocsánat, bocsánat. Tényleg, menjen oda, menjen most oda. Azonnal. Jó. Lehet subgiftet is osztani, köszönöm. Konzerv, nem fogok már, már nem. Mit kell dolgozni? Először le kell sepperegetni, utána meg fel kell festeni újra a vonalat. Na, Diász, fogj én egy esetet, azt fess fel a kosárpályát. Rendben. Ne lustuljon-e? Hogy ad egy esetet? Mondja meg, hogy kell. Hát... Egy seprű fog a kezébe, az is volt. Hát de a seprű mi? Na, én se tudom. Essen seperni. Láttam az előbb, tudod pedig. Mit kell beírni? Ha majd én megmutatom, ja. Hogyan kell. Na, akkor meg sem bele ezt csinálni egész nap. Francba. Kíváncsiak, 8-ra jönnek látogatni chat. De nem Róka jön, hanem valaki más. De 8-ra jönnek, Sanyi. Azta. Gumilövedék. Szerintem az a cellájába. Francival? Nem tudom. Kicsoda? Ki alszik a cellájába? Arra balszik a cellájába, ja. Szerintem cellába alszik. Innen kijutunk, mik lesznek, te jó ég. Valahogy a tesómmal is. Azért még nem beszélek munka közben. Bence, kaptam. Kaptam. De hogy meghaltam, láttam rögtön. Igen, ez a vörös hajú. Téged hogy hívnak, vöröske? Joe, rendben Joe. Köszönöm szépen a segítséget. Joe. Joe a segítőnk, chat. Hát ja, gondolom így lehet csak túlélni. Hát ja. Aha, megesett. Hol van a korpát? Korpát? Zöveg. Az te vagy, te vajon. Gumilevedéket használnak a valóságban is? Na, Anik, nem tudom. Bartos. Miért nem dolgozik? Bartos miért nem dolgozik? Kíváncsi leszek. De a boxer... Áron, itt egy kicsit körbejárkálom a sáros csukámmal hátra. Na de jó. Még így tiszta. Fúj, tyuka! Na, kutyaszarba lépett, vagy mi? Csak a maga kedve miatt, csak a maga kedve miatt. Ezt nem hiszem el. Legalább után jót kosarazunk itt. Jaj! Véletlen írtam be Zsónak és ugrott. Jó, persze, Lucky, jó. Szerdán jössz, Lucky? Tomás Rafael az a Moldani elnöses ruhát cserél bele, úgy néz ki. Igen, ezt írták a többiek is, kár. Az jó lenne. Jó ötlet lenne. Jó, király. Szerdán, csütörtökön és vasárnap lesz még stream chat. Can I get a peek?
Francesson bele. Nem baj, nem sokára jönnek a látogatók. Szépen, szépen. Szépen csináljuk. Szép legyen, szép legyen. Ne ellenőrzöm. Rendben van. Ki már Mihály latba tettük. Lehet, hogy szerdán lesz a szokés. Ja, viszont most a látogatókra kíváncsi vagyok nagyon. De mondom, rég volt ilyen óriási összetett terpél. Nagyon király. Nem tudom, meddig vagyok börtönben. Hát most a látogatóktól függ, mit mondanak. Kár, lemaradtál. Már itt a legnagyobb góré elvette. Csak magánzárkában volt tegnap. Vissza kell nézned. Már nincs rádió, se telefon. Itt fizetni kell mindené. Hát itt söprök magát. Francba. Come on! Exercise! Én megszöknék. Tényleg? Mi is azt tervezzük, csak nem olyan könnyű. Bocsika basz, aki halkítsd le a streamet. Nehogy főkérjön a gyerek. Hallod, vörös? Itt vagy vörös. Nem figyeld el magadat? Mert még kérdezed? Hogy bánsz az idősekkel? Hogy bánsz az idősekkel? Ja. Teljesen jól bánok minden ember, lássam magam. Igen? Miért hazudt? Én nem hazudok. Ha? Alagút már nincs. Mert nem rólam ott. Bartosról. Azt hallom, hogy ki fenyegeted őt? Én biztos, hogy nem fenyegetem őt. Igen? Jó, gyere. Uram! Uram! Én békén takarodjunk se fel? Most megkaptad, Kozzi! Maradja csak a mikrofon szivárgó. Azt mondta a kopasz. Hát ki kell nyomni a gyerek gépét, sajnos. Istenem. Még egyszer tetszik hazudni. Hoppá. Bajok lesz. Jó. Ne, szegény Joe. Szegény Joe. Kiejt egy csetet, amely az állj, Diaz lejön 5 perc a kosár pályára, mert ha nem baj lesz. Hát a kosár pályán vagyok. Most ezt kiírta. Ja, ki esett a csetet. Jó lesz az Diaz, nép lesz az AIZ. Mi van? Van Jordan. Van egy percet. Na, mondod! Maga mit feszeng rám, uram? Mit feszeng? Jaj, jaj! Véletlen volt! Felakultam! Jaj, ez véletlen volt, Bartos! Megüti dehogy, ez véletlen volt! Úristen! Dehogy meglöktek! Persze! Dehogy! Söpögessen tovább, ne verekedjen, mert problémát lesz. Ez véletlen volt, mert a perdu nem működött! Én a helyébe rányomnék, hogy 200 megfolytam. Jaj! Mi van? Pere! Ja! Pere! Az ott belaggolt. Nem, a kosárpályát mondottam. Igen. Figyelj! Igen. Tartanod kell a szádat, jó? Jó. Miről van szó? Ugyanaz vagyok. Lefizethető. Bármint. Amit akarsz, jó? De ez csak köztünk maradjon. Ki tudsz innen vinni? Lehet róla szó. Menjen már vissza dolgozni, ne itt ácsorogjon. Hát... Jó, lehet, hogy ő lesz az emberünk. Nem azért vagyunk itt, hogy nézzük egymást. Dolgozzon. Nem csak a tagoknak visszanézhető rögtön, a többieknek holnap este 6-7 körül. Jó, oké. Okay. Jó. Mennyit adjunk neki? 1 milliót? Kártyánkat nem záróták. Ezek rólam beszélek. De így jön ide, hogy újat vagyok lefizethető. Jó, maga magát
Nem tudom, hogy, meg, hogy bízhatunk-e benne, lehet, hogy nem. Mert lehet, hogy azt mondja, de az, aztán kapunk még börtönbüntetést. De egy csapatban van velünk, csak most másik karaktert RP-znek, hogy legyen itt a börtön RP. Menjen. Mindenki korrupt itt! Figyelj, most jönnek látogatóim, utána megbeszéljük, jó? Szóvias vagy, jól hallottam, ugye? Igen, 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 igen. Jó, rendben. Mit ad? Figyeld rá túl sokat. Köszönöm. Rendben. Csak igyál meg egyé, meg üljé, cigizé, dolgozzá. Nagyon jó. Az őr is segít. Igen, van. Igen, ha van pénz az embernek, minden lehet. Füvet adott. Mindent lehet. Ha van pénz az embernek, mindent lehet. Kezdem összeszedni magam, de hát ja, a gyomorfájdalmak ilyenek, tudod. Cső, Mike. Tessék? Ez így megy, valakinek fáj valami, akkor neked is fáj. Igen, igen. Szemet szemért fogad fog érte, tudom. Látod, az egy átfúj film, hogy már van kulcsom mindenhol is. Arab, szerdán jön. Ma nincs. Megy ez még neked. Mindjárt. Kiváti! Év RP-je? És még csak február van. Mi lesz itt, ha kiszabadulok? Nagyon durva lesz. Diaz, gyere. Miért? Ki hív? Mi úgy? Beszélve valami Perrié, hogy ne legyen feltűnő. Micsoda? Se Perrié, hogy ne legyen feltűnő. Ne legyen feltűnő. Apanyja munkát parasztok. Abba hagyjuk. Abba hagyni, most mondták, süket vagy? Ja, belejöttem a munkába nagyon. Biztos úr, mi itt változhatunk két szó. Hát amúgy is magával akartam beszélni, jöjjön. Ne, velem? Igen. Na, jöjjön, várjál. Mit kell most csinálni, biztos úr? Jelenleg most várunk a főnökre. Úgy hallottam, hogy nem sokára vannak aludni. Nekem lesz és látogatóm, hogy, azt hiszem. Látogató, igen. Ugye lesz? Hát magának ilyen luxus élete van? Igen, igen, jönnek látogatni. Jó, ezt az információt jó, kaptam. Hol a látogatót? Yes. Jó, 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 rendben, akkor várjuk a látogatókat. Rendben, elnézést, maga angol amúgy? Ha tud angolul? Little bit. Maga is egy kicsit. Yes. Gondoltam az akcentusát. Jaj, oké. Csak el meg tudod, mi. Jó, a látogató... Bartost meg kell kérdezni, mi van a látogatómmal. Bartos, hol van a látogatóm? Mindenki. Rendben. Ja, a konzerv mit akart? Valamit akart a konzi is. Jó. Semmi. Valamit akar konzerv. Ilyen börtöndemeket, egy konzerv! Na. Hallod? Jó ember. Ma, megjött? Itt vagyok. Jöjjön, jöttek látogatóhoz. Köszönöm szépen. Jó, látogató jött végre. Hova megy, uram? Megy, WC-re azt hiszem, hogy hova megy. Remélem. Főnök. Tessék. Nincs az, miről be? Én a főnöknek. Ja.
Menj már, milyen szőlők! Vegyek! Zoljatok már a parasztoknak, hogy induljanak. A paraszt indulj! Rendben! Két kettel jöttek, de szerintem ismerni fogja őket. Rendben. De viszont ha kivisz az őr, akkor nekem nem kell külső segítség, most mi legyen? Kolléga, ilyenkor nem kell sok koló. Nézést, főnök. Nem vagyok főnök, csak két felettesek. Értem, értem, értem. Hello, sziasztok. Jó, oké. Okay. Kíváncsiok kijött. Na Diaz, itt vannak a barátaid. Széna meg a Wolf. Rendben, köszönöm. Ott vannak. Üdvözletem. Sziasztok. Üdvözletem. Szia. Nem, az a róka. Őröknek. Azt az információt kaptam, hogy magunkra tudnak hagyni minket. Ja, jó, van, rendben. Akkor itt hagyom magammal a legalább az újoncunkat. Igen, igen, én itt maradok. Figyelek azért. Jó. Jöttünk ajánlni. Én is azt az infót kaptam, ahhoz képest még egy csomóra van itt. Addig én nem... Mindenki kifele! Hát azt mondta a kopasz, hogy jöjjük ajánlni. Kopasz azt mondta, hogy jöjjük ajánlni. Nincs fájó. Na. Ezt is elintéztem. Beszéljenek nyugodtan. Rendben van. Hölgyem, ilyen szíves elhagyni az épületet, vagy arra, vagy erre. Köszönöm szépen. Hát ő is már főkopasz. Neki nem mondhatok ilyet. Ezt felebeszik meg, mondják el, mit hallottak. Jó. Ez baj. Diaz, hogy egy jobban megismerj, de szerintem tudod, hogy ki vagyok. A fene a szádat. Ide mersz jönni? Ide merek jönni. De miután megtudsz mindent, majd nem ezt fogod mondani. Nagyon most jó. Most tényleg békés szándékkal jövök. Jöttünk. Rendben, hozzatok. Ez így van. Olyanokat fogsz hallani most, ami megváltoztatja az egész szemléletedet velem kapcsolatban, és többet nem fogod ezt mondani, hogy a fene a szádat. Na, erre kíváncsi vagyok. Ugyanis elmondom neked, hogy elmondjuk neked a szintiszta igazságot, hogy mi történik mostanság. És meg fogod érteni, hogy amit valójában csinálunk, az egy nagyon, nagyon jó dolog. És hogy meg fogod köszönni. És szerintem még meg is fogod köszönni. Tehát itt a nagy leleplezés, hogy mi történik mostanság. Végre! Azért csináljuk ezt az egészet, azért van ez a nagy felhajtás most, hogy a mi és a barátainkat tisztára mossuk a rendvédelemnél. Hát de engem lecsuktak, lecsukkattatok. Ne aggódj, téged is, meg az arabot is tisztára fogunk mosni, erre az életem a eskü. Így ne aggódj. Ezért csináltuk ezt az egészet, és ezért vagy most bent. Senki nem bántott téged, senki nem csukott le, de valahogy a folyamatnak van egy kezdőpontja, van egy tetőpontja, ahol most vagyunk, és van egy végpontja. Most per pillanat a tetőpontnál járunk. És minden úgy alakul, ahogy azzá volt tervezve. A belső lázadás... Ja, jó. Ide jövök. Oké. A belső főnöki lázadás, ez mind ennek az alapja volt. Valahogy ezt el kellett érnünk, hogy a sorosok megbízzanak bennünk és együttműködjenek. És most látod, de egész jól alakultunk. A humán volt az egyik legjobb pont erre, hogy amikor elvittek titeket, téged is arabot ide, ebbe a szutykos helyre, de ennek is van egy jó oldala, amit az előbb mondtam, a valóság. Az, hogy az mind a két családot tisztára mossuk. Értem. És nem kell félnünk kimenni az utcára innestől kezdve. Még egy kis türelmet kérünk tőled. És az arabtól, aki most sajnos úgy látom nincs itt. Annyit mondj el nekem, Róka, hogy ezt az arab tudta, vagy nem? Hát felejtsd be. Inkább ennyit mondok. Sok mindent igen, sok mindent nem. Túl nagy, túl jó a füle, túl nagy a szája, túl jó a füle,
De hogyha én innen kijutok, akkor utána ugyanúgy körözni fognak. Hogy nem fognak ki? Körözni. Ki fogunk juttatni téged is az aradot. Erre mi vagyunk a bizonyíték itt. Ketten is a másik többi, több tucat ember. Most is azon mesterkedünk ott a kinti emberek, hogy kijuttassunk innen titeket, és tudom, hogy ki is fogunk jutni. Csak időkérdése, mire ezt a grandiózus tervet megvalósítjuk. De engem addig itt kinyírnak itt bent a börtönbe. Nyugi! Nem fognak kinyírni, hidd el. Mondta, újonc vagyok, megfizethető. És ez csak úgy sikerült azért, hogy mindent rám kellett, hogy kenjetek, hogy rólatok minden. Értem, értem. Érde, minden belső lázadás a főnökségből az mind azért volt, hogy valahogy elinduljunk és eljussunk erre pontra. Viszont ezt most átlátom, mert ha le is hallgattak benneteket, akkor tényleg mindent úgy csináltatok, ahogy kellett. Így van, így van, így van. Kellett valami úgy, nagy, hát azért egy kis valami nagy dolog az, nem? Hogy elhiggyék, hogy úgy működjön a dolog, ahogy mi azt elterveztük. És az, hogy a belső főnöki lázadásnál nagyobb dolgot nem lehetett volna kitalálni. A humánnál, hogy megjátszottuk, hogy rátok hívjuk a sodosokat, azt se lehetett volna jobban eljátszani. Minden úgy ment, ahogy mi akartuk, és elértük a célunkat, Diego. Ez, várjátok, ez a kamera hangot nem rögzít, ugye? Uram. Nem. Uram. Ja? Sajnos még nem tudom, de ez lehet probléma lesz. Jó, akkor majd a kameraszobába be kéne mennie kitörőni, jó? Adok egy 100-ast érte. Százas, mi vagyok én? Ez a fajta kamera, ez nem csak képet rögzít és hangot, nem? Én úgy tudom. Én nem vagyok kamerálogus. Kamerálogus! Elintézem. Jó. Na. Hát most, hogy mondott, tényleg nem volt elég az elnök elrablása kétszer. Nem volt elég az, hogy kinyírjuk a rendőrfőkapitányt. És ezért csináltuk ezt, amit ugye csináltunk. Így a vérdett a szívünknek, és mind az ötünknek. Örülök. Kolcnak is, farkasnak is, mindenkinek. De ez muszáj volt, hogy tényleg lekerüljünk rólunk a körözés meg minden, és tényleg úgy éljünk, mint a madarak. Azóta nincs probléma a rendőrökkel. Semmi probléma nincsen. Minden tökéletesen működik. És ti is tisztára lettek. Tényleg nem működnek a kamerák, tényleg? Tényleg, tegnap említették nekem, hogy nem működnek a kamerák, úgyhogy ettől nem kell tartani. Adja, jó. Úgyhogy most ezért jöttünk be, hogy ezt békésen megbeszéljük. Jó. És meg is ijedtem, ahogy rám rontottál ajtóstól, szó szerint. De azért mondtam, hogy most már érted. Hát tudom, majdnem sírva fakadtam, olyan csalódott voltam. De így értem az egész folyamatot. Ne legyél csalódott, ne haragudj senkire. Így van, Így van, veled vagyunk, és az arabbal, és ez a két család, ez tudod, hogy egy. Egy ez mindenkiért, mindenki egyért. És ezért fogjuk titeket kiszabadítani, dolgozunk a háttérbe ezerrel. Mikor van a kiszabadítás napja, ezt lehet tudni? Hát csak egyelőre tervezett van a csütörtök környéke. Jó, rendben van, rendben. Addig talán meg... De ez csak egy tervezet. Azért mondom, hogy... De úgyhogy ne aggódj, minden primán alakul. És. Jó lesz minden, és a régi lesz minden. Na viszont, ha már így a kicsit jobban a kamera újni, hoztam neked egy-két tudtot. Jó, nem erre néz a kamera, hogyha jól látom, jó? Nem. Viszont azt remélem tudod, hogy ezt a cuccot át kell adnom a Bartosnak, aki leszervezte azt az egészet. Az a baj, hogy a csapdába estem, és ő irányít mindent, és fizetnem kell neki. Nagyon sokat? Amit adsz, mindent át kell neki adnom. Még amit adtál tegnap telefont, rádiót, azt is elkobozta. Te az ördögbe ezzel a Bartossal. Nem lehet valaki kiiktatni? Nem tudom ki ez egyáltalán. Figyelj, te többet tudsz róla. Hát ő a régi generáció, itt van már 60 éve, azt mondja, ő volt a legnagyobb a városra, csak tegnap magánzárkában volt. Ő irányítja itt az őröket, meg mindenkit, a rabokat. Ez komoly, vagy blöff? Mondom, hogy komoly. Ő intézte el, hogy ti gyertek ide. Hát akkor ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez azt kell csinálni, amit ő most hirtelen ezt hűröm le első hallásra. Jó, akkor azt csinálom, amit... Jó. Én azt gondolnám látatlanba, hogy csináld azt, amit mond. Jó, rendben van. És önnek ezt kiveszem a zsebemből, berakom itt a sokba és átnyújtom neked. Bakker. Jó, köszönöm. Pontosabban az összes holmit berakom egy táskába. Köszönöm. És majd a végén majd átnyújtom. Jó.
azért adom, hogy esetleg mondjuk hát, ha szembeszél tőled és ő unatkozná véletlen. Ha, köszönöm. Az a túlnot! Van még egy hasonló. Ez viszont nem társas játék, de ezzel is tórakozni akarsz. Jó, köszi. Többiek már, a többi az ilyen apró finomságok. Jó. Hú, cset. De mindent kiadnom a Bartosnak, bakker. És legfontosabbat, ami még a börtönben is nagy hatalma van. Csak előtte a kis apró kis vatkokat is átadom neked. Fegyvert nem tudsz adni, nem hoztál? Nem mertük. Átlettünk kutatva a bejáratnál mindent. Bakker, tényleg. Hogy is gondolhattam volna. Pontosabban nem mertünk hozni, de a végén annyi volt, ha levesszük a maszkunkat, akkor nem kutatnak át. És ha azt tudtuk volna előre, akkor hoztunk volna. Adjam oda a mágusnak, hogy vigyázzon rá. Ez jó. Jó, király. És ha véletlenül megsérülnél, akkor legyen mivel... Ajaj. Ez jó, adjuk oda már. Kicsit túl mélyen van a zsebembe ez a kis dolog. Köszönöm. Nem tudom, hogy szereted-e a gumicukorkákat. Ó, á, imádom. A teknős békás a kedvencem. Hát ez vampíros, de remélem, hogy is jó lett. És a végén, hogy szivarazni támad kedved, akkor azt meg tud gyújtani valamivel. Hogy éppen egy jó bizniszt, vagy valami. És a végére hagytam a leges legfontosabbat, amiben a Stellába is hatalmas nagy értéke van. És erre nagyon jól vigyáz és bölcsen használt fel. Ez pedig ez. 100 000. Nagyon jó. De beraktam egy nagy táskába és átnyújtom neked. Csak pakol ki a táskába a zsebeiben, ahogy olyan feltűnő legyen a táska, mint van. Jó, rendben. A pénz az jó lesz indulónak, ha bármi történik. Vagy a Stelládnak a ágyának a matracá alá dugd el. Hát, ha nem csinálnak kutatásra. Jó, rendben. Csak mindjárt átveszem a táskát. Ne, pakolj ki a táskába a zsebeidbe. Jó, kipakolom. És az vitatál kell, hogy feltűnő lenne, mert szerintem innen kimész egy táskába, nagyon feltűnő. Igaz. Hogy lehet ennyi eszem, tényleg? Nem baj, mert tudom is, hogy zavarodott vagy, hogy most így eléd álltam és hát kitaláltam, hogy mi a valóság. Jó, de viszont megnyugodtam, viszont egy nagyon fontos dolgot meg kell, hogy kérdezzek tőletek. A nem BMW-vel van. Itt van még az olá gyerek? Ezt nem tudom, ez jó kérdés, mert egy ideje már együtt mozgunk a kamival, úgyhogy nem tudom. Ennek járjátok utána, kaptam egy videó felvételt, mielőtt behoztak volna ide, csak nem volt alkalom elmondani nektek. Igen. A Zsoldosék építették be hozzánk az olá gyereket, és ő a tégla. Bakker! Mindent elmondott rólunk. Sejtetted. Azt hiszem, te mondtad, hogy van egy ilyen gyors. Aha. Igen. Viszont az arabban megbeszéltük, így a BMW-t is ki kell nyírni. Hát ez az alap. De várjatok meg, jó? Addig nem mondjatok senkinek semmit, amíg ki nem szabadulok innen. Rendben van. Csak előtte nem magyarázzatok semmi ilyet, jó? Főleg ne a szabadulást, mert akkor lehet meggátolná a szabadulást. Nem, arra figyelünk rá. Ezt csak ketten tudjuk, hogy mi itt jártunk. Hát meg ez a messzire nyúló kezű Barta vagy Bartos, vagy mit mondják már. Ja, a Bartos, ja. Bartos, igen. A BMW hozta, meg ő mondta. Diego, minden nagyon király, minden frankó halad odaként, és mindjárt levetted ezt a csúnyasárga. Megnyugodtunk, csak nem? Magadról. Ez nagy, hallod, szar a kaja, minden, fúj. Hát elhiszem, rossz arra ránézni, ami ott van az asztalon, ne haragudj. Hát, ja, főleg azért, hogy nem is kaptam tegnap vacsat, ja, meg megkésértek a cellába, érted? Úristen, jól vagy? Jól vagyok, hála Istennek. Basszus. De nagyon durva arcok vannak itt, igen, viszont hát van egy csávó, aki segít, meg az őrök lefizethetőek, úgyhogy össze lehet velük. Hát ha van pénzed, tudod, hogy működik hát a világ. Ezért próbáltam kezdetnek adni ezt a kis összeget. Jó. Többiek jól vannak? Jól vannak, mindenki jól van. Persze. Együtt vagyunk, mint ahogy eddig is voltunk. Örülök nyomjuk, neki. Csináljuk a kinti dolgokat és tervezzük a kiszabadításokat. Jó, már kimegyek ezzel egy... Okay. Mi történt? Ja! Hát történtek. Vitték a manók. Minket is elvittek a manók. Igen, ezért mondtam chat, hogy meg kell várni az RP végét, mert előre ítéltünk, hogy mi, fú, meg minden, aztán látjátok, hogy mi van belőle. Szerintem megint crashett mindenki, nem tudom mi van, nem tudom, hogy támadják el a szervert, vagy a fájbem. Majd mindjárt kiderül.
Na, hogy tetszik, chat? Lehet, hogy csak minket dobott ki. Ja, csak minket dobott ki. Meg Szénát. Megyünk vissza. Nem biztos, hogy szerdán szabadulunk. Azt mondta, hogy lehet, hogy csütörtökön. Nem tudom, Matuk, azért mert érdekes, azért vagy most ennyi néző. Örülök neki nagyon amúgy. Inventori aljára hiába teszem el, nem lehet eldugni, ha átmotoznak. Miért nem közölték velem? Azért, hogy a rendőrség ne sejtsen semmit, meg semmi. Leszek szerda, csütörtök, vasárnap. Kíváncsi vagyok tényleg, hogy lesz a szabadulás. Meg azért, hogy ti is, ja, élvezzétek, meg minden. Mert mondom, bevállaltak az, hogy megutáljátok őket, de hát ezért nem érdemes, mert egyes csak egy játék, kettő, meg hogy már ki kell várni. Na, itt vagyunk. Örülök, Zsolt! Mint egy sorozat. Tényleg miért bújtatok el az asztal alá, majd megijedtem. Most láttam, gond. Hogy jönnek a zsaruk, aztán már automatikus, tudod? Ja, értem. Én nem láttam semmit, de jó van. Úgy elbújtatok az asztal alá, hogy nem láttam semmit. Figyeljetek, és mi van, ha kiiktatnám ezt a Bartost, vagy húzódjak meg, hagyjam? Ez a baj, hogy te beszéltél vele. Nincs whitelist a szerverem, gyertek nyugodtan. De te az a baj, hogy közvetítőn keresztül tudtam meg, az azt mondja... Ja, azt mondja, ez a Bartosnak van egy fia. Igen. És ő vele találkoztunk, és ő mondta, hogy jöjjek ide. Értem. Ki a fia, ismerjük? Ó, nem, én se. Nekem is annyit mutatkozott, hogy Bartos fia. Visszakérdezik, ki ez a Bartos. Azt mondja, aha, majd megtudom, nagy ember. Hát ennyit tudtam. Jó, de azt tudjátok, hogyha kimegyünk, vagy kiszabadulok, innen rengeteg dolgunk lesz. Mindennek utána kell járni. Nagyon sokan tartoznak, be kell... a tartozásokat be kell szedni minden, jó. Csak jussunk innen, vagy juttassunk ki téged innen. Figyelj, viszont és mivel a körözést utána új... el kéne költözni, nem? Hát, én nem tudom, majd megbeszéljük ezt szerintem. Jó, ezt ha kimegyek, akkor megbeszéljük. Jaj, utána mindent megbeszélünk. Jó. Csett, hákubált. Kinek? Neked. Ja, mert kell ütni a falat, kell kalapálni a falat. Igen. Ja. Milyen csákány, hát azért én nem látok semmit. Hát te olyan csákányvét a kezében. Tényleg. Jó. Ilyeneket csináltatnak be? Persze, na szívok egy utcát gyorsan, amíg nem látok kamera, meg nem látok a zsaruk. Ja. Nincs is senki egyelőre. Ő elaludt ott a sarokban, nem tudom ki ő, biztos, hör biztos. Ja, szoktak álba aludni, hát annyit dolgoznak ezek. Aha. Ja, mondjuk a tisztalappal hát indulni nem kell. Hát mondjuk nem baj. De egy is ugye. Kameralógus! Jó, köszi szépen. Akkor a többiek hát rendben vannak, örülök. Mindenki akkor rendben van. Jó, figyeljetek, akkor megpróbálom meghúzni itt magam, nem balhézni, és akkor várom a fejleményeket. Hogy fogok értesülni róla, hogy lesz a kiszabadulás? Mindenről fogsz értesülni. Köszönöm az 500 lájkot. Mindent időben meg fogsz tudni. Mindent időben, igen. Köszönöm, oké. Jó, valószínűleg lassan mennem kell, mert lejár az idő. Szerintem, és nem tudom, mennyi időt kaptál. Jó, azt nem mondták mondjuk. Hát az mondjuk az tök jó, amíg nem verik ránk az ajtót, addig nincs baj. Jó, akkor van még valami, amit el kell mondanatok? Ugye, igazából ezek voltak a legfontosabbak. Halljátok? Az információ, igen. De a volt elnöknek hogy lehetett ennyi esze? Simán behozták. Hát azt én se tudom. Szerintem ennyi volt. Jó. Nem tudom, hogy lehetett ilyen. Lejárt az idő? Nem sokkal vacsora idő. Jó, rendben, akkor mindjárt megyek, biztos úr. Jó, nem, a rabok jönnek be. Ja, jó, oké, jöhetnek, végeztünk lassan. Rendben. Ja. Jó, oké, fél, menjetek, mondd meg jó a többieknek is, számítok rátok, jó? Jó, egy 100%-osan ugyanúgy, ahogy eddig is nyomtuk, ezek után is nyomtuk, sosem pártolunk el tőled. Jó, köszönöm szépen. Ez eddig így volt, így lesz, így fog maradni. Jó, rendben. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra. Minél hamarabb kihozom, mert hiányzó. Jó, így van, pontosan. Nekem. Jó, legyen így akkor. Ja, így is lesz ebbe biztos. Jó, király. Csak vigyázz magadra. Vigyázz, és látatlanba azt mondom, lehet, hogy húzd meg magad. Jó, rendben van, nem balhézok. Nem tudom, mi a benti légkör, milyen agresszívak hát a többiek. Elég agresszívak. Na de jönnek is, jó van, menjetek. Vigyázzatok magatokra. Oké. Sziasztok. Hello, szia. Kiengedem önöket.
már köszönjük. De ez neked még van egy csákány a kezedben? Nincsen, csak úgy látod. Aha, jó, oké. Azt hittem már van nálam. Hello, nincs nálam semmi. Minden oké, jöttek látogatni. Persze. Mi jöttek meg pusztígatni téged ette. Neked anyám. Hol van Bartos? Bartos most nem ér rá. Jó, rendben, rendben. Addig, hát egy kis kaját, szendvicset, hamburgert. Rám szálltak rögtön. Ezt meg megbeszéljük, hogy külön jó. Minden oké. És a szendvics meg hamburgerben mi van köztem? Hát figyelj. Talán megint egy... Figyelj, hát nincs ingyen semmi, te is tudod. Megint egy bökő? Di! Még azt mondja, hogy ingyen semmi. Kaptam pár finomságot. Igen? Na, hogy itt lebukja a Bartos előtt. Nem. Hát Bartosra van egy megállapodásunk, azért kérdeztem, hogy hol van. Na mi a megállapodás? Hát természetesen odaadom neki a cuccokat, amit kért. Persze. Ne gondolom, nem akarjátok meglopni a Bartost. Hát azt hiszed, mi olyanok vagyunk. Na számomra milyen árut van? Számodra semmi, majd a Bartos ad neked. Na jó, van. Na, figyelj, nehogy izé, nehogy... Fájjon a gyomrod még. Ah, jó. Na, hogy visszajön a véletlenül az a pizza. Nem. Na, adja egy cigarettát, mert rosszul leszek. Ah, jó. Jó, egy cigit kapsz, de utána akkor csömbbe leszel. Mert te ki vagy? Spagetti a kaja. Ó, oh, megyek is vacsorázni. Jó. Nagyon rám szálltok. Én most éhes vagyok nagyon, tegnap nem voltam. Jó, megfogom szépen, bemarítom. Mit csinál bent ott a rab? Kiveszem minden az ételemet szépen, kult alól. Az igen, az igen. Én most kapni fogja. Hoppá. Ide jövök, köszönöm. Megérdemelte. Ó, itt a Bartos. Jó, köszöntöm. Hello. Szia. Meg vagy? Meg vagyok, Bartos. Gyere át a kaja, mi a kaja? Boly, spagetti. Tudsz egy kicsit jönni? Ne gyere már, hogy mi a barna. Hozzál nekem, egy tányi kaját, és gyere ide hátra. Jó, hozok. Igen, köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Megfogom Bartos spagettiét, főveszem. Bőcsoda. Mondta, hogy vigyem oda neki, uram. Ezt már szeretem, jó van. Hallod, bent nem kéne cigizni. Jön Diaz, kint még nagy száj volt, most meg már nyalat. Nem, nincs probléma, Megtanulom itt a szabályokat, aztán nincs probléma, itt van Bartos, itt a kaja. Kint még azt hitte, hogy nagy úr, meg hogy igen. Jaj, de Janfi, hogy nem kapják el. Igen, sajnos se fordult a kocka, igen, sajnos fordult a kocka. Most meg már segget nyala. Itt a Bartos úrnak. Hát igen, nagy tudni kell a szabályokat a hierarchiában. Hát, csak persze. Ez a gyerek istenem, meg volt a duma. Meg volt a duma, igen, minden rendben van, köszönöm szépen. Cuccaim? Megvannak, itt vannak nálam, de nem itt fogom odaadni, el kell mennünk valahova máshova. Gyere ki. Kaját hagyjuk, hogy meg ezt kikészül. Az engem nem ütőes. Kedves, kivegyünk egy cigire. Menjünk arrébb. Üljen meg. Nem, kerülni kell a balhét, ne öljük meg, nem? Adjuk oda a cuccot neki. Azt jöttem, mire. Jó, mondjunk itt, mondjuk. Na mit? Jó, van nálam pár cucc azokat akkor. Á, van, tudom. Odaadom. Tudom, mi volt a lista. Jó. Meg tudtad, amit akartam? Megtudtam mindent, igen. Mindjárt mondja, hogy... Ez egy kicsit kevés ez a kokain, ugye? Hát igen, az a helyzet, hogy úgy megörültem neki, hogy mindjárt is szívtam két utcát. Jó, hát... Ez 15 000 kokain lesz, hogy elszívtad. Jó, rendben. Majd adom a többit, csak most jönnek. Tudja, hogy mennyi. Hát leadta a listát. Akkor menjünk ajánlni, hát jó, menjünk, megyünk. Kedves, megesztjük gyorsan, jó? Jó, menjenek. De oda kell adni, mert tudja a listát. Na, hát igaz, a többi el kell, megyünk. Jaj. Miért jönnek az aruk? Itt kellnek rá a többiekem. Mié? Már nem dolgozom. Ja, megadni akar... Ja, a... Micsoda, papaszita. Le akart húzni, mondom, de akkor téged lopnak meg. Azt mondta, hogy nem érdekli.
Na, ilyen nincs, papasztitel, mond ilyen. Mondom. Mondom, meg akar, mondom, ura, neked fogom odat. Nem adtam neki, elmentem a kajáé. Na jó van, hagyj tudom itt. Van még egy pár dolog. A listámon. Ez az. Jó kis unó, ismered ezt a játékot? Persze, persze. Szeretem is. Mondjuk a szóló na, is ugyanolyan. Este akkor. Vendégem vagy egy partira. Hát mindent odaadunk neki. Az az. De jó kis gyógyszer. Na, kis gumicukor. Jaj, az. Nem kell nekünk. Ez a pénz? Pénz! Küldöttem 100 000. 100 000. Ja, az is itt van. Csak elbújt. Hol van a pénz? Ja, itt van. Na. Jelenleg mennyi pénzed van? KP-ban 49.634. Jó, ugye 30 000 volt. Az, hogy mennyit mondtam? 15 000. A látogat... Akkor igen, a drog. És a látogatása? Azt hiszem 55. 50? Tényleg, annyit van? 49, hát kis hiány van, igen. Jó, ezt most elengedem, akkor adjad ide. Adjam az egészet? Á, igen, és akkor a maradékot most elengedem. Viszont megvan még egy feladatod. Úgy emlékeztem, hogy telefon kell neked. Igen, igen, igen. Nagyon szükség lenne rá. Na most mennyi pénzt adta? Ugyatsz még van? Még ne add a zsebedbe? Persze, csak szét volt osztva. Ú, bazd meg. Hát ez probléma. Na. Ja. Hát, hogy van itt két banda itt kint, ugye? Nagyjából. Igen, 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 igen. Az egyik a vöröskék, másik nem tudom, a bojkáikat. Ismered a bojkát? A bojkát most hallottam az előbb, ja. Na. Van egy... Van egy ember, akit... Na, figyelj. Jó mélyre dugd el, jó? De másra nem használtad, mert akkor nagyon szarul jársz. Rendben, kit kell megölni? Ma éjjel. A cella kulcsod nálam van. És még egy cella kulcsa. A Jordanok nálam van. ÁSZTE! Ma éjjel az őröket kimennek. A Jordant kell megölni. Megölöd a Jordan. De miért kell megölni a Jordant? Ez az ára a két bandának, hogy békében lehessenek itt bent. Ezt a két vezér beszélte meg. Figyelj, az őrökről nem kell izgulnod. Meg vannak. Ki vannak fizetve. Jó. A feladat a tiéd. Jó, hogy elnyerd a tiszteletet. És utána a Jordant megöljük, nem? A telefonról, ami neked kell. Ja, hogy utána akkor odaad a telefont. Nem azt mondtam, hogy odaadom, utána beszéltünk a telefonról. Értem. Jó, rendben. Ja? Képes jó. Vagy megtenni? Megteszem, persze. És nem fogsz megint árulkodni? Nem, már megtanultam. Nem remélem is. Na zabáljál, mert megint fejni fog a beled. Jó, megeszem a kaját. Azt van valami infód? Bátosnak? Figyelj, kint nagyon mozognak az emberek. Vannak problémák, amiket ha kijutok, el kell intéznem. Bízom benne, hogy ki fogok jutni előbb vagy utóbb. A bírói döntés még nem érkezett meg. Nem tudom, hogy fognak dönteni. De még az is lehet, hogy kijutok innen nem sokára. Szerintem a bíró múlik. Te itt maradsz? Hát jó, lehet. Jó, chat, megöljük jó, akkor a Jordan. Telefont után kapom meg, hogyha lassan lemegy a nap, aha. Piát nem hoztak neked? Piát? Nem, azt nem. Sebbek elsőnek uraim, ha véget rabudjam. Rendben, rendben. Mennyi Eszek lángost. Na, napi kill összejön itt, még a börtönben is napi kill jön össze, chat. Egy nagy teskával! Gumicukrot lerpézi.
Aki tag lesz, rögtön visszanézheti a streamet, aki nem, ő holnap este. Subgiftet is lehet osztani már, aki nem tag, köszönöm. Jó van, már csinálom! Jordan! Jordan, ja, köszi, köszi Széna. Napit átvettem, boxert nyitottunk. Állandóan ellógja a munkát. Nem lógom el, dolgozok! Bartos, nem öljük meg. De így akkor úgy lenne célszerű, ha megöljük Jordant, hogy ő nem jön a szerdai börtön RP-re, nem? Akkor ez még ítelesebb így. Vagy lerpézik, hogy összeszedték. Oda nézem, ez egy kis kedveskéd, kedvesség. Pillanat, nem kell valamit. És... Nézd meg, és nem is a zapja tartsa el. Jordan egy cipő. Én köszönöm a segítséget. A gumicukorval jól... Michael Jordan is egy cipő. Ahogy itt elhízzon. Köszönöm szépen. Pillanat. De igaza volt. Ó, de álmos vagyok, már mikor lesz takarodó? Hát, már mikor lesz? Csak megöljük Jordant. Óriási ez a börtön RP, rég volt ilyen RP, mint de ez a nézőkön is meglátszik, hogy szeretitek. Minden oké, okay. Minden oké, okay. Meg volt a látogatás, igen. Jó volt látni ezeket az embereket. Tessék, abba hagyni. Ja jó, rendben. Nem, indulás aludni. Rendben, hölgyem. Na, de chat, ennek örülünk, nem? Igen. Megint kilátogatok. Hát, régi barátok. Azért nekem... Mi közöd van hozzá? Nekem azért itt a városban sok barátom van, viszont... Viszont nem mindegyikbe lehet bízni, erre rájöttem. Hú, de vagányan megyek. Aha. Én vagyok a helyi vagánycsából, HVC. Jó, már mennyi előttem befele. Húzzál be, Jordan! Mi mindig külön mink, te Jordan. Kicsoda! Ja, jó kell kivisznek, hogy kinyírjanak, ja. De így kerek a történet. Nem basztat mindenkit, mint te. Lehet menni a cellába. Ja, jó, rendben. Örülök, hogy ennyire tetszik nektek, úgyhogy nagy taps tényleg, aki ebben részt vesz, mert ez óriási. Tök jó. Valószínűleg szerdán, akkor még börtön elpézünk és csütörtökön szabadulunk ki. Eddig ez a terv. Tehát ez is tök jó, hogy itt mik történnek. Én ilyenben még nem volt. 4 éve elpézünk, most van 4 éve, hogy elpézünk, de ilyen még nem volt. Arab szerdán jön. Most ő nem tudott. Jordan, ez majd ha szól a... Ez a bolyka, nem? Jó éjszakát, baba! 4 éve. Aki itt, valaki itt van az elejétől? Köszi Dani a live rajongói tagságot, te is rögtön vissza tudod nézni a streamet. Köszönöm szépen. Live rajongói tagság 600 forint. Köszönöm szépen. Mert az elég durva, hogy itt telik az idő a gép előtt. Elég kemény. Azért megéltünk pár dolgot itt. Akkor fenn a gyerek ölébe ültem, az 4 éve volt, igen. Jó, volt, vannak, amikor néha unalmasabbak, de látjátok, ez most az így izgalmas. Ja, a PUBG live-ok is letöltöttem. Majd lehet, hogy majd egy kieső helyen lesz egy kis PUBG. Köszönöm szépen. Na, jöjjön, és akkor szúrjuk le. Te panya, ki Lajos megfizethető! Edwin, te állat.
Jordan, de kinyírom, de várni kell az emberre, nem? Hogy nem kell megvárni a Bartost? Ja, a story RP-ket mindig is szeretitek, de itt, aha, most itt is csak az alapkoncepció volt megbeszélve, az, hogy én hogy reagálok meg a többiek, azt nem tudták. Na, mi újság? 21-es cellára. 21-es? Jó, megyek mindjárt. Igen. Jogi, meg van itt. 21... Itt vágyom azt a cellát, jó? Jó. Tönet. Mikor menjek? Mikor eltűnnek innen a izé, jelzek. Jó, oké. Nem unózni jött! Jordant ki kell gyírni. Tomászra tényleg mi lehet vele? Tomász is, ó de jó. Azt ő is azóta felnőtt lett. Akkor volt 16 éves, szerintem. Nagyon kemény. 21-es cella. Ja, nem tudom mi lehet ezekkel az emberekkel, de jó volt velük játszani. Én maradtam itt folyamatosan. Mondjuk a mostani frakciótagok is, a Róka, a Kolc, a Wolfék, ők is már. Szerintem ki... Amióta a szerver nyitott, itt vannak. Tényleg a szerver nyitásnál. Változott a szituáció. Igen. A szabad estét kaptunk, lehet biliárdozni. Igen. Viszont, aminek meg kell történnie, meg fog történni. Félre első cellátot hátul kinyitok, jó? Eljövöd oda beszélgetni. Mellettünk lévő 8-as cella az üres. Oké. Tessék, mondd még egyszer, Bartos. A mellettünk lévő cellába behívod beszélgetni és megteszed. Jó, rendben. Oké. Az őröket intézzük. Szabad este van. Ott van fent Jordan. Hello Jordan! Szabad! Mi van, more? Bejöttek? Szabad este van. Hoztam... Nincs dehogy nem, az örök kinyitották, szabad este van. Hát de nem nyitották ki, mert csak a konzervnek nyitották. Ja, akkor szólok az őröknek. De kiengedi. Hölgyem, kiengedi a többieket is? Legyen szíves. Jó, van, testvérem, meg kikéne nyitni az ajtót. Itt hol vagy? Jó, hogy ott van ott a biliárterem, látom, meg konditerem, de jó. Na minden van. Biliárdozni lehet, meg kedves, izé, Bartos. Kedves? Na. Lehet biliárdozni, ha úgy van, igen. Van kedves. Jó, köszönjük. Kondizni is lehet. Na, nagyon jó. Mit akartál, Diaz, ha? Figyelj, akarok veled beszélni, kaptam egy kis UNO játékot, és gondoltam, hogy akkor ketten játszhatnánk. Jó játékot? Aha, tudod. Mondod, ha egy lapod van, hogy UNO, de az nem tudom, te milyen szabályokkal játszol. Négyet kell húzni, akkor csak akkor kell húzni, ha nincs olyan színed, nem? Vagy minden esetben? Hát én nekem minden játszom úgy. Jó, rendben van. Jó, mindjárt csak egy kicsit elmegyek, megnézem mi van arra, aztán utána, jó? Jó, jó, jó. Hozzad a kártyát! Jó, hozom, ott van, ment a cellámba, mindjárt hozom. Jó napot! Ne, szia! Csak megnézem itt a biliárdtermet, nem akarok játszani, csak megnézem. Hát nézd velünk a sivatagot! Milyen sivatagot? A film! Jó! Megy a sivatag! Tényleg lehet tévézni is, de jó! Megy a sivatag! Van Netflix is rajta, Full HD, ó, de jó! A clickbaitet nézzétek meg, a clickbait az jó! Azt se tudja a Feri, mi az az UNO! Ja, tényleg! Van terem is, de jó! Ó, a rózsaszín súlyzó. Tök jó.
Nagyon megcsinálták a fejlesztők a mappolást. Óriási. Na csehát, menjenek az őrök el, és akkor... Na srácok, az őrök elmentek. Na Jordi, akkor gyere, meghoztam a kártyát, gyere. Na, menjünk. Na. Na milyen kártyád van, hadd nézem csak. Nem igaz, hogy nem ismered az Uno-t. Na mutassad, na. De mit néznek itt? Jó, ide leteszem. Jó. Osztok, jó? 8-at neked, 8-at nekem. Jó. Ez nem az enyém. Kezdem? Kezdhetsz. Na jó. Ó, ember! Oh. Az az enyém! Nem az enyém. Az enyém a 6-os, ne? Az az arabé! Bakker! Jézuska! Jézuska! Bartos, gyere, légy szíves! Sürgős! Bajka! Vörös! Bartos, kész van. Az a baj, hogy az én cellámba történt. Bakker, hogy lehet ennyi eszem? Várj, intézzünk egy másikba. Vigyétek már át másikba. Ja, adom. Szerette a Jordant. Ki? Nem tudom melyik, de nagyon szerettem. Jövőre figyelni kell. Bojka, vidd el valamelyik cellába, aztán majd valahogy intézzük. Hú, bakker. Jó, de megcsináltam a melót. Ez alap nem nyert. Kinyírták. Hú, bakker. Jó, de most nem én viszem át. Azt nem tudják, hogy én nyírtam ki. Srácok, rosszul lett, csak azt beviszik a kórházba. Rosszul lett? Plusz 4-et húzott, igen. Bakker. Na mi van, rosszul lett a bátyja, vagy mi van? Jó, bakker. Szóljatok már a zsaroknak, értem? Szóljatok már a rendőröknek, hogy ezért szarul lett a csávó. Kamut mondjatok, kérünk. Ja. Jó van, Diego. Lehet hasmenése van. Ezzel ez kipipált ezt a feladatot. Sziasztok! Akkor remélem innentől a két brigád is megfér egymás mellett azért. Hát szerintem igen, bízom benne. Igaz, fiam? Persze. Másik fiam? Én jó, örülök neki, rendben van. Pénz. Mennyi pénz kell neked, Diego? Nem pénz kell, a telefon. Telefonpénz. Bakker. Van nálad készpénz? Hol van a rosszul? Nincs nálam készpénz. Ó, nem. Ki lett rosszul? Ki lett rosszul? Jézus! Jordan! Ne, Jordan, brát. Jordan, ne. Mi lett vele? Te jó ég. Úristen. Szingromot kapott. Bakker. Szegény Jordan. Egyen kevesebb. Halljátok chat, ahogy óriási ez a börtön RP. Meg hogy a többiek is ilyen jó nyomják. Nem nézve. Ő szabadul. Te jó ég! Úristen! Kitette! Két perc, ha megyünk kifigizni, akkor történik minden. Biztos valami rosszat tevet, lehet, hogy a kaja nem volt valami. Ja. Ja, puding. Nem puding, spagetti volt. Lehet nem darált hús volt, csak emberbő. Hát. Én nem tudom, ha vér valami cián tettek. Lehet, hogy a Godzilla-t feldolgozták. Fú, a Godzilla, fúj! Fú, ne is mondjátok. Jó, tudoztunk. Bírtok megélni semmilyen ízlet, hol a gyomrotok? Gyere, Dio. Elmennék Indiába, hallod? Fosnék egész nap. Meg Egyiptomba. Az a legjobb baj. Na szóval. Ja, majd Gábor. Tudod. Igen. Amennyit adok, a duplája jár vissza. Mennyi pénze van szükséged itt bent? Figyelj, most... A legfontosabb a telefon lenne nekem, nem a pénz. Hát, a főnök 50 000-re adja a telefont. Ó, bakker. Jó, akkor adj egy 100-ast, és akkor 200-at kell visszaadnom.
Van, aki tud utalni kintről neked, vagy van valami ilyen? Figyelj, fő telefonon, hogyha főhívok valakit, akkor igen, az utalást el tudom intézni. Ezért kéne a telefon. Figyelj, meg kell ülegezned a telefont, utána tudja visszautalni. Jó, hát akkor össze a pénzt tudom. Jó, add a pénzt. És megveszem a telefont, és akkor rögtön először elintézem azt, hogy utaljanak neked pénzt. Jó, oké, potkány. Jó pihenés neked. Jó, figyelj, és akkor ő... Az igen, megint valaki beszél. Te nyúlkálsz a zsebedbe? Nem. Vagy tedd le a földre. Aha, jó, megvan, ez 50 ezer. Meg még egy 50 ezer, jó. Két kötekbe van, bátya. Jó, nagyon jó. Kitől kell velem a telefon, beküldöd? Tőlem. Ja, tőled? Na persze. Milyen kell? Figyelj, mindegy, csak használható legyen. Zöld vagy piros? Igen, igen, nagyon jó. Legyen zöld. Zöld vagy piros? Legyen zöld. Jó, mi a számod? Mi a bankszámla számod, akkor átutalják. 173-asra utalják. 173, jó, de az őrökre ki kéne mennie. Nyugodtan intézem. Jó, itt intézem. Jó. 173? 173-as. Nem elérheti a róka? Bakker, kit hívjak? Bakker, nem elérhető. Ezt széna se. Én utaljak. Viszont várjál, én is tudok utalni, nem? Ha itt a telefonom a bankba be tudok lépni. Hát tudom a jelszót, meg mindent. Jó, próbáld gyorsan, nagy lenyomod. Ja, tényleg cset. Jó, átutaltam. De a telefon marad nálam, jó. Gondolom. Marad, persze. Figyelj. Ha úgy van, és nagyon fontos telefonhívásod van, nem tudsz intézkedni. Vagy szólsz nekem. Igen. Vagy pedig a főnöknek, a kiskopasznak. Vagy a kedvesnek. Jó, hogy tudom lehalkítani? Ja, itt le, jó, hangnál. Jó. Reggelente motozás van. Hova dugjam? Jó formán. Matrac alá. Jó? Jó, matrac alá. Vagy pedig szólsz a főnöknek és fizetsz neki. Jó. És akkor el van nézve, jó? Jó, rendben. Most akkor ez az 50 ezer elég lesz nekem. Vagyis 100 maradt, már többit utaltam, jó? Jó, persze. Itt minden pénzbe kerül. Jó, nagyon jó. Jó, köszi Bartos, nagy király vagy. Na akkor ezzel most meg kihúzom egy darabig így. Jó. Mielőtt leszel, szólja, unoszthatnánk egyet. Jó, figyelj. Te elintézek pár telefont, és akkor utána szólok. Jó, már. Várja. Na kimegyek, nem lesz pénzem. Hol van? Igen? Beszélj a kedvessel, jó? Mondom, hogy tőlem van. Főnök tud róla. Bármint a telefon? Igen, és szeretné telefonálni egy-kettőt, viszont ez pénzbe fog kerülni, szóval... Jó. Kérdezz meg tőle, hogy mennyi. Jó, rendben. Ne súnyulj meg, akkor bukó. Jó. Ne unozzak vele, meg kihír! Hölgyem lehet... Ja, nincs nálam, csak dolgoztam. Hölgyem, beszélhetünk? Egy kicsit négy szem közt? Persze, jöjjön. Meg volt a jó gapusz, kedves? Meg volt, nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hölgyem. Az a helyzet, hogy itten telefonálni szeretnék, hogy ez hogy lehetne kivitelezni egy kis pénzösszeg ellenében, igaz? Igen, igen. Mennyibe kerül? Mert itt a Bartos úrtól már vásároltam telefont, viszont öntől engedélyt kell kérnem, hogy szabadon telefonálhassak. Hát igen, ez attól függ, hogy mennyit tud ajánlani. Jó, hát én egy 20 ezer. Mennyire? 20 ezerre gondoltam. Legyen 25.
Jó, de akkor az 5 perc. 5 perces telefonálás. Jó. Rendben. Azt... Annyit kérek, hogy majd kint tessék meg. Valahol megtenni a kísérjel, kedves, mert ez még amatőr, tudja? Há, igen, itt persze nem, tudom. Nem kell nekem, hogy itt a többi őr is problémát okozzon. És most szeretné a telefonhívást? Most, igen, igen. Akkor jöjjön. Jó, köszönöm. Kiviszem a robot, egy kicsit kap egy jégzuhanyt. Gyere, fiam. Itt mindenki megkelhető. Van ilyen amúgy? Például a magyar büntetésben, hogy itten az őrt meg lehet kenni? Vagy létezik ilyen annyit tényleg? Annyit kérek, hogy, hogy kicsit menjen távolabb. Jó, oda megyek a fal mögé. Jó, rendben, köszönöm. Na, hívjunk valakit. Már a filmekben is ezt nyomják, meg mindenhol. Meg mi is ezt terpézzük. Lehet, hogy valami sztereotípia, de lehet, hogy tényleg. Can you stop hurting each other? Money spent on medical comes off our bottom line. Ja, mondják, Egyiptomról is néztem, hogy a katona is átver, meg a rendőr is, hogy lehúzzon pénze. Na, kit hívjak? Lehet, hogy nem tudunk senkit se elérni. Na. Beállt a telefon! Be is laggott a telefonunk! Jézuska! Le is fagyott az iPhone-unk chat. Vagy megint crash-elni fogunk. Persze, hogy tilos, gondolom, hogy tilos, csak nem jönnek rá. Ott, hogy bezár rá, vágom. Rámentem én már mindenre. Bármire kattinthatok. Szerintem ki kell lépni. Újra jövünk, chat. Hú, chat, ez a mai nap is elég durva. Lesz ma három, vagyis két frakció a megbeszélésem, meg az admin gárdával. Úgyhogy még megejtjük a telefont, aztán lassan megyek, mert valaki csak 10-ig ér le megbeszélésem. És akkor csütörtökön folytatjuk. Szerintem akkor még börtön RP lesz. Sziasztok! Lehet, hogy másokat is ki kell nyírni. Jaj! Én megsüketülök. Nem, az nem lett live-ba, az nem tartozik mindenkire. Egyiptomba se fogsz menni? Megéri egyszer elmenni, én sem voltam még, csak én félek attól, hogy hasmenésem lesz ott a kajától, mert az én gyomrom az képes erre. A fáraó átka. Ja, szerdán, bocsánat, szerdán. Bocsánat, ja. Aki tag lesz, rögtön visszanézheti a streamet. Aki nem, ő holnap este lesz elérhető. Holnap este nem találkozunk. Megyek haverokkal pókerezni. Jó volt, Feka, köszi. A tagoknak rögtön vissza lehet nézni, igen. De subgiftet is ugye, aki nyer, ő is ugye él ezzel. Hát 2000 a beugró, most 2000 a beugró, összedobjuk, srácok, azt aki nyer, ő viszi az egészet. Most játszunk egy párat. Haverokkal, persze. Na, nehogy ott legyen, nem unózunk. Unózni megyünk! Na, telefonáljunk. Arab nincs, BMW, Bobber, Csunikorn és Excelnök. Nem elérhető. Ja, online, nulla ember van online. Ja nem, csak nekem azt írja ki. Ja tényleg még bennem kell unózni. Nem tudok senkit főhívni. Nincs fönn senki. Jaj, nem. Mizu? Ja. Nem akarsz valamit.
Hívjon Fekát, mindjárt. Csak fel akarom hívni Jézust. Nem elérhető senki, mi van? Vagy repülőbe vagyunk? Nem, pedig. Kopaszt, elérjük. Kopaszt, elérjük. Szevasz, kopasz. Diáz vagyok. Szevasz, szevasz. Ah. Na, csak érdeklődnék, hogy mi újság van. Megoldódott a probléma? Igen, ma találkoztunk az egyik srácsal, amit tudod, az a füves dolog, meg milyenek. Teljesen nem tudtuk teljesíteni, de beszéltünk velünk, ajánlottunk egy jó dílt, megbeszéltük, hogy most egyelőre béke van. Most volt egy idő, akció, oda jöttek, ahol mi voltunk, többiek le akarnak fegyveredni, félrehívtam két srácok, mondták, hogy hozzátok, tehát jobban vannak, elengedtük őket. Jó, 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 rendben, akkor béke van, ez a lényeg. Így van, veled mi újság? Jó, figyelj. Nem lehet elérni téged. Azért, mert itt rohadok a börtönbe, most tudtam elintézni, hogy tudjak telefonálni. Hallottam róla, hallottam ja, róla. Hallod, nem sokáig maradok itt remélhetőleg, de már minden bajomban hallod. De figyelj, nem tudunk nektek valahogy esetleg segíteni? Figyelj, még pár napig itt leszek, az biztos, utána elkezdődünk mozgolódni, de ahogy kijutok innen, akkor találkozzunk, jó? Jó, figyelj, bármire van szükségetek, azt a védésben, hogy a kékek itt vannak, a béke van, számíthatok rám. Jó. Amit tudunk, segítünk. Jó, köszi kopasz. Jó, annyit akartam, igen, csak vigyázz magadra. Jó, jó. Te is vigyázz, bármire szólja. Oké, csőcső. Oké, csőcső. Jó, kopasz, rendben van. Szép napot, remélem egy nap, mikor kiengedik, vagy éppen kiszakik, megkapja ezt az üzenetet. Ez már újra a börtönön kívüli tevékenykedek, és tárgyalgatok emberekkel. Ha addig nem oldódna meg a problémánk ezzel azzal, akkor ölnék, ha össze tudnánk ülni. Beszélgetni egy kávé vagy tea mellett, hát ha tudunk egymásnak segíteni. Szép napot kívánok az ex-elnök. Ja, ez még az... Ja! Most ezt nem értem. Ez nem most jött. Jézuska. Várjatok. Most... És ezt nem értem. Ez egy... Miré beszélt, vagy ez mi? Na mindegy. Most írta? Szép napot! Szép napot kívánok, Diáz vagyok. Á, szép napot, Diáz, kiengedték? Mondjuk azt nem hiszem, hogy egy hamar kiszökött. Meg itt rohadok a börtönbe. No, mi, segjükába csempészetbe telefon? Már elnézést a kérdésért. Meg lehet, itt akinek van pénze, meg lehet kenni mindenkit. Mondjuk az is igaz. Mi újság? Én is már kim vagyok. Örülök neki, figyelj. Nem felejtettem el, hogy mit tettél értem a bíróságon. Úgyhogy ha kijutok, akkor kell beszélnünk, és akkor átbeszéljük ezt az egészet. Úgyhogy úgy érzem, hogy tartozok neked, és szeretnének valamivel megajándékozni ez miatt. Ennek nagyon örülök, viszont most... Nem ez szerintem a legfőbb problémája az úrnak. Persze, csak ha bármivel van, megpróbáltunk segíteni, bár jelenleg a rendőrségnél ugye ezzel, hogy engem kiengedtek elég sok madzagot húzgáltam meg, de... Jó, figyelj, keresni de fognak, ahogy kijutok innen, jó? Rendben, köszönöm, és akkor tényleg bármi van és el tud érni, nyugodtan próbálkozunk majd mindennel. Jó, rendben, köszönöm szépen. Minden jó. További szép napot. Hú, cset, nagyon jó. Mindjárt hívom Fekát is. Nagyon jó. Sapi, olyan liláknál van. Székelyke. Bocsánat. Oké. Na, akkor hívjuk Fekát még, és akkor utána. Feka, de a Bartos csak két külön karakter, terpézett Balázs. Szevasz, Feka! Ha! Na, informáltak a többiek, hogy mi volt ez az egész, szép munkát végeztetek. Na, meg jó van, minden rendben, itt rohadok a börtönbe, van segítség, de vannak ellenségek is. Az a helyzet, hogy a gyilkosságok itt is folytatódnak, viszont szereztem egy telefont. Nem tudom, mondta a Róka, hogy majd tájékoztattok a továbbiakban, de remélem minél előbb kihoztok innen, mert itt fogok megrohadni.
rajta vagyunk az ügyön, basszus, tehát ez nem olyan egyszerű, érted, valahogy úgy kell ezt elintézni, hogy nyoma ne legyen. Persze, van persze, gond. Kint minden rendben? Tudjátok csinálni dolgokat? Jó, hát intézünk, amit lehet hirtelen. Próbálkozunk. Jó, de rajta vagyunk, nem hagyunk ott. A rabban még van minden? Persze, most alszik, ő még nem tudja, majd most itt vagyunk a börtönben, majd ha fő kell, akkor elújságolom neki. Jó, fasz, szükséged van valamire? Hát hallod, van itt egy Bartos nevezetű csávó, hallod, nem tudsz intézni, hogy valaki nyírja ki, mert már tököm ki van vele. Mi? A börtönön belül, hogy? Hogy meg? Ez egy kemény feladat. Hát jó, a börtönön belül. Hallod, ő irányítja az egész mindent, és az a baj, hogy a keze alatt vagyok, és már hallod, fú, ilyen ütnivaló feje van. De kicsit igen. Büdös. Hát ott mondjuk, ha ott rohadt, akkor én is büdös lennék. Hát azért nem tudom most így mit, hallod? Inkább koncentráljuk arra, hogy ki azt nem, hogy még gyilkolják volna be. Nem? Jó, igaz. De jó. Valami cucc? Van mindened? Van minden, persze. Hát tudod, akinek pénze van, annak mindene van. Jó, pénz se kell? Pénz se kell, van most nálam. Fasza, jó van. Szia, igyekszünk be, jó? Kösz szépen, majd akkor beszélünk, jó? Jó legyen. Na, valami van, akkor csörögjön. Honnan van a telefon? Boltoltam, ezt is üzleteltem. Ja, hogy így megy benne? Persze, így megy. De majd elmesélem, aki jutok. Jó, majd valamelyik nap benézek. Jó, oké, köszi. Jó, van időm, akkor bejövök. Oké, figyelj, szerdán akkor gyere már be. Hozz egy bökőt, okay. Szükségem lesz rá. Bökőt? Ja. Jó, azt megpróbálunk valahogy akkor. Nem kutatnak át, nem tudom? Hát de megkenem az őröket, és akkor nem lesz probléma. Oké, jó van, oké, akkor intézzük. Oké. Okay. Jó, köszi. Jó, van csörögé. Oké, köszi, csöcsö. Na, csá. Most chat, aki nem értené, Feka, ő velem van kint ember, de most két karaktert erpézik, most a börtönben ő egy másik karakter, aki nem értené. Szerintem tök követhető. Jó. Repülőmód. Jó, hogy itt vagytok. Jó, csak lassan, mert nem kell megbeszélés, úgyhogy bevegyünk a cellába, és akkor szerdán itt folytatjuk. Feka Bartos, igen, azért mondom, hogy két karakter. Jaj, sokkal jobban vagyok, köszönöm szépen. Hát nincs mit. Megyek is a cellába, megyek aludni, minden jót. Viszlát. Jó éjszakát! Jordan! Én megyek aludni, ti mentek dolgozni? Mentek dolgozni! Én eddig dolgoztam, jó éjszakát! Még lapátottam, látott a kezed. Meddig kell lúdozni? Nem jössz ki egy cigire? Á, nem Bartos, én pihenek most már! Na, gyere ki cigizni! Hát ilyen egész éjjel pihettél volna. Jajjaj, na hogy tetszett a mai stream chat? Jó volt, jó szórakoztam. Köszönöm, hogy mennyi ennyi voltak. Meg, köszi szépen, király volt. Van cigim? Cigim? Nincs, az összeset neked adtam. Dobok én neki, hagyjad. Jajjaj, van itt a cigim. Na, hagyjad, dobok én. Nekem van cigim, én is dobok. Nagyon királyú nyomja mindenki. Szép egy cigim. Köszönöm szépen. Gyújtod van? Is. Köszi. Ha mesélj már magadról, Díaz. Kubai ritmus a vérem hajt, csábít egy érzés, mi fogva tart. Nem lesz itt tévedés, vagy ez a játék túl kevés. Ülj az ölembe, s eldurranok! Nem jó, igaz, okay. Hogy a Christophert nem ismeritek? A VV Christophert? Hát ő énekelte ezt, ne idegesítsetek, fénykoromba. Sehet valaki ezt ismeri? VV Christopher. Jaj, bocsánat, te ismered? Végre valaki ismeri. Ja?
Írd be, hogy VV Christopher, ezt majd hallgass meg. Hát ez a nap nagyon durva volt. Jordan, jó van? Nem is dolgoztál. Hát dehogy még nem szóltak róla. Majd összerakják. Ő elnézést rendőről a maga iszik. Szerettem a Chris Krabbe-t. Muszáj. Tényleg? Mika? Maguk mellett. Az kedves, mi van a Jordan? Jajjaj! Szerintem jobb, ha lefekszek aludni. Bocsánat. Megvadult. Na most már menjem be. Magánzárka. Jó, megyek, mert elszívtam a cigit. Jó pihenést. A hunópartit eltesszük később. Jó, az hunópartit eltesszük később. Tényleg? Bika, a VV Christopher együtt dolgoztál? Ez a csávó, az hihetetlen, én nagyon bírtam. Na, chat, ennyi. Megyek a megbeszélésre, úgyhogy köszönöm szépen. Király volt a mai nap. Köszönöm mindenkinek, jár a dicséret, aki ma részt vett az RP-be. Gyertek a szerverünkre játszani. Ha kiszabadulok, akkor mennek tovább. Ugye ez ilyen kis sztori szál volt, de remélem, hogy maradtok a továbbiakban is. Megyünk, csináljuk a többi RP-t ugyanúgy. Úgyhogy köszönöm a moderátorok segítségét, nélkülük nem menne. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat, feliratkozásokat, subgifteket, lájkokat. Úgyhogy szerdán találkozunk. Jó, holnap nem vagyok. Szerdán találkozunk. Jó? Aki tag, rögtön visszanézheti. Ha valaki live-on kívül lesz tag, utána neki is elérhető lesz, ha valaki meggondolja magát. Köszönöm szépen, jó pihenés mindenkinek, kitartást a kethez. Sziasztok, jó éjszakát, hello.